megosztom az én oldalamon. Lássa az 5000 ember, hát aki fel van. Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit ismét a Rockpagodába. Ez a Jóabéthez szól a szekciózenekar, Rockpagoda. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartotok. Ez egy rendhagyó beszélgetés lesz, mire látjátok, hogy középen ül egy ifjú hölgy, aki a mai sztár vendégünk. Tehát ő nélküle ez a mai műsor nem jöhetett volna létre, hiszen ha azt mondja, hogy nem akar jönni, akkor nagy valószínűséggel nem jöttetek volna. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Még egyszer. Mi köszönjük a meghívást, igaz? Úgyhogy ez a, tehát ahogy szoktuk mondani, ez a Wiki Black Brand, Wiki Black Media, Ki vagy te? Riport sorozat része. A mai riporteretek Szabó Laci vagyis én, amíg Viki nem talál új vagy jobb férjet és vagy riportert. Tehát egyelőre még én vagyok. Először is kérnék szépen egy bemutatkozást, és kezdjük a hölgyekkel. Semen Gabriela vagyok, a zenekarnak a menedzsere. Csapó Zsanna vagyok. Az apukájának a kislánya. Igen. És az apuka meg Csapó Csabi vagy, hogy engem ismernek sokan Csibe. Én a szekciózenekarnak alapító énekese, mindenese vagyok, zeneszerző, dalszövegíró. Minden egyben. Akkor lesz miről beszélgetni. Lesz miről beszélgetni, így van. Dalszövegírás, dalírás az egy érdekes és fontos téma. Mielőtt még viszont tovább mennénk, a műsorban két dologról is szó lesz, nem csak a zenéről, hanem egy másikról is, és megkérnélek, hogy ezt mondd el, hogy mi lesz még. Igazából itt a zenén kívül még a motorozásról lesz egy pár szó, mert ugye Csabiról tudni kell, hogy ő motorozik egy pár éve, és az egyesületek, aminek szintén a vezetője vagyok, a Körös Motoros Karitatív Egyesület, annak lesz egy szezonnyitó motoros felvonulása márciusban, amin Csabi lesz az egyik felvezető motoros. De majd a részletekről fog mesélni. Közben Wiki Black megosztotta a Facebook elérhetőségeteket. Úgyhogy aki kíváncsi, majd a riport után átmehet és megnézi, de most mi maradjatok velünk, mert még azt hiszem lesznek érdekes témák. Tehát az első és legfontosabb téma, és ami engem most így nagyon, nagyon érdekel és fontos. Megkérdezem a hölgyet. Mondd csak, hogy látod te? A szekciózenekar jó zenét játszik? Szerintem igen. És ezt miben látod? Hát... Mi tetszik benne? Hát a... Már az énekesen kívül. A hangulat, hogy ilyen jó minden benne. Fontos a hangulat? Szerintem igen. Szerintem is. Hogyha egy zenének jó, megfog, visz magával, az már jó. És mondd csak, szoktál koncertekre lejárni? Hát, néha-néha. Értem. És utána elmondod a véleményedet? Apa megkérdezi. Vagy csak elég, ha ránézel is. Mert volt itt, ezt nem látták a nézők, mikor itt beszélgettünk a felvezetőben, volt egy nézés a hölgynek, ami kb. Így apa így az elporladás és a szétesés határára sodródott. Így volt. Szóval ilyen szokott lenni? Igen. Köszönöm az őszinteségedet. Igen, őszinte. Most keveset beszél. Otthon sokkal részletesebben el szoktam magyarázni a problémáit. Hát azért első riport gondolom, még ez nem. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy minket választottál, hogy így ezt a nagyvilág felé ezt a lépést megted. Köszönjük szépen külön. És azt mondd meg még egyszer. Büszke vagy a pára? Igen. És mondj csak, Pacsi. Pacsi? Nem. Pacsi, nem. Pacsi. Jól van, köszönöm szépen. Majd még lesznek hozzá kérdéseim, csak most kicsit apát is faggattam. Jó, apát is szenvedtes. Fontos, hogy megfeleljük a gyerekeinknek, a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogy ha olyat csinálsz, ami önmagadnak megfelel, tehát az önmagaddal szemben támasztott követelményeknek megfelel, akkor az úgy gondolom, hogy neki is megfelel, hiszen csak az apukája vagyok. Tehát. Most egy provokatív kérdés hozzád. Viszont. Számodra
hogy látod, az az ember, aki a színpadon van, és az az ember, aki utána hazamegy a kislányához, az fontos, hogy ugyanaz legyen? Én szerintem önazonos vagyok a színpadon. Tehát, ha én nem ugyanazt adom elő a színpadon, mint ami vagyok, akkor az nem én vagyok. Azért más szempontból nézve szétbontanám ezt a dolgot, mert sokan azt hiszik, hogy aki a színpadon van és ott bulizik, tehát én egy tipikusan színpadon rohangászós, hangfalakra felmászós, tehát egy ilyen ember vagyok, otthon sokkal nyugodtabb vagyok, tehát ahogy Charlie énekelte a Vidékre költözőmben, hogy egy rockzenésznek szüksége van a nyugalomra is, tehát hogy az egyensúly meglegyen, hogy az az energia, amit a színpadon sugároz, azt nem lehet folyamatosan, mert akkor nagyon gyorsan ki fog égni. Tehát otthon azért a nyugalom, a biztos, nyugodt háttér, nem idegesítjük apát egész nap, mert apa fáradt, stb. Ez nyilván benne van. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor azt mondom, hogy van egy óriási nagy különbség. Sokan kérdezik, hogy jó, és akkor szilveszter is mentek bulizni, de hogy hazamegyek és pihenek. Tehát van nekem éppen elég a koncerten, amikor kiadhatom magamból azt az energiát, tehát van egy ilyen kettősség a dologban, de valójában, mint ember, meg amiről éneklek, amiről dalszövegeket írunk, az ugyanaz, tehát otthon is ugyanez vagyok, hazudnék, ha mást írnék egy dalszövegbe, mint amit én gondolok valójában. Fontos az, hogy egy buli előtt fel tud töltekezni, hogy azokat az energiákat, amit a színpadon elvárnak egy énekes frontembertől, megfelelően átad? Ezt is talán szétbontanám úgy, hogy szükség van, mondjuk úgy, hogy az én életkoromban már szükség van arra, hogy sportoljak, mert különben már nem tudnám azt a egy-másfél órát végignyomni, végigugrálni, tehát azért igen, tehát hogyha ezt értjük mondjuk feltöltődés alatt, akkor egyértelműen szükség van rá. A másik oldalról, ha megközelítjük, hogy mondjuk úgy lelki oldalról, tehát nem a fizikai oldalról, lelki oldalról nem. Tehát lelki oldalról, amikor az intrózenénk beindul, az mint Pavlov kutyájának a nyál elválasztása, indul be az ember a színpad mögött, és ez a engedjetek oda, engedjetek fel a színpadra, hadd húzzak szét mindent. Tehát úgy gondolom, hogy lelkileg ezzel vagy együtt születik egy ember, vagy nem. Akiben benne van, annak nincs ilyenre szükség, hogy lelkileg feltöltődjön, annak éppen elég az, hogy felmessen a színpadra és hangulatot csináljon. Kérdezzünk meg egy elfogadatlan menedzsert is erről a dologról. Te hogy látod, most csak visszakötve, fontos megtalálni egy előadónak azt az egyensúlyt, amivel ő az életét élni tudja? Feltétlenül. Mert ha nincs egyensúlyban az élete, akkor a színpadon se tudja hozni a maximumot magából. Tehát, hogyha otthon esetleg problémái vannak, akár magánéletben, akár munkában, azt hiába megy fel a színpadán, nem tudja teljes mértékben lerakni. És valahol ez a színpadi teljesítményén visszaüt. Tehát ezért is fontos a család, illetve a háttér, hogy támogassa, hogy kiegyensúlyozott legyen a dolog, mert akkor tudja a maximumot hozni a színpadon. Most, hogy nem hallják, és senki nem hallja egymás között, milyen frontember? Nagyon jó. Nem a legegyszerűbb eset, de tudunk együtt dolgozni. Tudom, hogy hallod, de azért jól tudunk együtt dolgozni. Tehát természetesen vannak súrlódások, vannak dolgok, amikben nem mindig egyformán értünk egyet, de megtaláljuk a közös nevezőt, és csináljuk azt, ami a legjobb a zenekarnak. Hát, zenészekkel sose egyszerű, az igazság. Tehát igen, igen. De ez így maradjon köztük, hogy senki nem hallott, hát, se az nem beszélünk. Remélem, a párom sem hallja. Ő is zenész? Igen. Értem. Akkor vele nagyon egyszerű. Jó, mondjuk úgy, igen. Szerintem lépjünk tovább erről a témáról, mert már szenzitív téma. Tehát nem letiltom neki ezt a megnézést, ezt a riportot. Szerintem nézi élőben. Egyébként, ha már így szóba került, akkor beszéljünk egy kicsit a dalírásról. Én megnéztem, amik fönn vannak számok a Facebook, illetve a YouTube oldalaitokon. Eléggé markánsak a szövegek. Tehát, hogy mondjam, nem az a hallgatom, hanem figyelni kell, hogy miről van szó. Ez szándékos? Ez te vagy? Tehát, hogy írsz te a szöveget? Ez abszolút szándékos, és abszolút nem egyszerű történet.
Nálunk ez fontos. Nagyon fontos a zenekar életében. Tehát mi szoktuk is mondani, hogy mi szövegcentrikus zenekar vagyunk. Nagyon fontos, hogy mondani valója legyen. Mert önmagában a zene az zene, tehát az szórakoztat. De ha nincsen valami mögöttes tartalom, amit átadsz a közönségnek, amit mondani akarsz, egy üzenet, egy bármi, akkor az én részemről, tehát mindenki gondol, amit akar, az én részemről, akkor nincs értelme ennek az egésznek. Ugyanaz a zenére is, tehát hogy zeneileg is legyen egy furcsa szót fogok használni, hogy finoman cizellált zene legyen, akármennyire rock zene, lehet azt úgy csinálni, hogy csak akkordokat püfölget az ember az álmod után, legyen egy F, meg utána szerintem egy G, de ebből még nem lehet semmi olyan dolgot kihozni, amiből nem is tudom, hogy, tehát hogy hatást akar elérni az ember, akkor ezt nagyon alaposan át kell gondolni, és nekem a kezdetektől fogva nagyon fontos volt, és nagyon érdekes ez, most már 21 éve zenélünk, 21 éve írok dalszövegeket, hogy mennyire önmagammal szemben is elkezdtem kritikus lenni az idő folyamán. Az elején sokkal könnyebb volt dalszöveget írni, és meghallgatom, és de jó dalszöveg, úristen, de jót írtam akkor, és ezt meg kéne ismételni, és ma már a közönség elvárja, és amikor már elvárás van veled szemben, az sokkal nehezebb. És akkor kérdezik, hogy úristen, ezt a dalt már tudom, hogy mikor kezdtétek el, és még mindig nincs kész, igen, másfél éve írom a szöveget. Mert kell ennek az inputok, kell az a behatás, hogy megtaláljam sokszor nem csak olyan megfelelő szavakat egymás után, nem hogy megfelelő mondatokat, de hogy is megfelelő szavakat, megfelelő szótagokat. Hogy írjam? És hogyha az ember csak egy kicsit változtat rajta, sokszor két-három sort ki kell cserélni, amiatt a kicsi miatt. És volt ilyen, hogy a gitárosunk Zolinak egyetlen szó nem tetszett egy dalszövegben. És ott nem is tudom, egy egész sort kellett kicserélni, amiatt az egy szó miatt, mert nem lehetett más. És pont mondta, hogy azt a szót direkt tettem bele. De mondta, hogy nem jó, bántja a fület, nem jó. És éreztem én is persze, csak az meg nagyon nehéz beismerni, amikor az ember írja már nagyon régóta, és az egy szó is nem igaz, hát nem lehet. Érzem én is, csak nehéz beismerni. És az ember a végén beismeri, és azt mondja, jó, oké, akkor egy sor kitöröl. És igen, tehát ez nagyon fontos, hogy a szöveg az ott legyen. Visszakötni egy picit a szövegre. De neked ez hogy történik? Mert általában azt mondtam, hogy a szövegíró azt írja meg, amit átél, amit maga körül lát, vagy amit a zene kivált belőle. Nálad hogy történik ez? Változó. Vannak dalszövegek, amik fikcióra épülnek, tehát amit tényleg csak az, hogy akkor kitaláltam valami érzés, akár hallottam egy zenét, akár láttam egy filmet, bármi történt valami, egy esemény. De volt olyan, és ez például az Emlékörökké című dal, ez egy nagyon érdekes dolog volt, az első albumunknak az utolsó dala volt. 10 zene készen volt, oké, ezeket fogjuk feljátszani, minden már a felvételek mentek, és egy nyári napon átmentem a gitárosomhoz, és mutatta, hogy figyelj már, Csibe, van egy ilyen kis gitártémám. Ott a helyszínen megszületett az Emlékörökké című dal. Jó, mondjuk a verzének a szövege még akkor nem. Aztán megírtam a dalnak a szövegét, és utólag jöttem rá, hogy ez megtörtént valakivel. És utólag kértem engedélyt, hogy egyáltalán játszhassuk. Tehát, hogy ez most tudatalatt volt, vagy hogy történt, nem tudom. Tehát, ahogy szokták mondani, jön az ihlet, és akkor az ember tudja. Általában egyébként manapság úgy történik, hogy a zene megszületik, megírja a gitárosom, megírjuk együtt, ötlet alapján bármi, és mindig a refrén születik meg először. Tehát, hogy az valahogy mindig adja magát. Ott nem gondolkozok témán manapság, hanem van egy érzés, amit sugároz maga a refrénnek a zenéje, és az alapján megszületik egy refrén, és utána jön a nehéz munka, hogy ehhez köríteni egy teljes történetet, ami körbeírja ezt az egészet, és kapcsolódjon hozzá, stb. Na, ehhez kell a rengeteg input. Tehát, hogy mert maga a refrén az valamiért nekem egyszerű, lehet, hogy valaki meg pont azzal szenved, nekem az az egyszerű rész a drognak, és utána az egész körítés megírni az sokkal nehezebb. De visszatérve a kérdésre, igen, van ami a saját életből merített, van olyan, ami másnak az életéből merített, és volt olyan, ami teljesen fikció, mitom volt a Félelem című számunk, de egy teljesen fikció, az olyan, beleképzeltem magam egy ilyen film jelenetbe, ahol menekül egy ember éjszaka az utcán, retteg, stb. És akkor ebből próbált az ember egy kis sztorit összekreálni, hogy mit lehetne. Akkor mondhatni, hogy te ebben a tekintetben elég nyitott vagy, tehát, hogy ami hat rád a világ, meg hatnak rád, meg ami történnek, meg ami gond, azok úgy, hogy mondjam, átszűrve magadon jönnek ide a szövegként. Így van. Mondtál nagyon fontosat is, bocsi, most igaz, hogy rockzene, de
Nekem is az volt az érzésem, csak nem mertem, hogy mondjam el, hogy finom zenét csináltok. Én nem is szeretem bekategorizálni. Tehát, hogy rockzene, persze, itt vagyunk most, körbevesz minket a rock, itt egyszerűen nem is, de az emberek ez jön a szájára egyből. Tehát, hogy ez a feeling, ebben a feelingben, ebben a környezetben. De alapvetően én nem szeretem a zenekarunkat kategorizálni. Amikor megkérdezik, hogy milyen zenét játszunk, én azt szoktam mondani, hogy modern rockot, de már itt sántít a dolog. Tehát, hogy nem meghallgatjuk mondjuk a legújabb dalunkat, egy akusztikus dal, egy lassú, akusztikus, lirikus dal, na most akkor ilyen erővel Zorán is egy rockzenész. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt bekategorizálni, hogy akkor mit játszunk. Van most készülőben például egy olyan dal, aminek R&B alapja van. Tehát most akkor azt hogy teszed bele? A szekciózenekar mindig is arról volt híres vagy hírhet, nézőpont kérdése, kinek melyik, hogy olyan zenészek játszottak együtt, akik más-más stílusokat képviseltek. És ebből lett egy olyan elegy, ami aztán mondjuk többé-kevésbé tetszett a közönségnek. Nyilván, aki járt a koncertjeinkre, azonnak tetszett. Aki nem, az meg kit érdekel, tehát az meg az ő hallgassa a zenét. Úgyhogy ez így. Menjünk, mindjárt csak közben jött két komment. Azt mondja, Marjai Éva küldött egy szívet, meg egy lángocskát. Köszönjük szépen! Köszönjük Évit! Üdvözlőjük Évit, én van a távolban. Ha jól látom, Vaszabi. Vaszabi, igen. Vaszabi, ő mutatom. Ezt az ördög szarra. Köszi, Szabi! Nagyon könnyű helyzetben van a riporter, amikor ilyeneket kell beolvasnia, mert... Igen. Volt itt nálunk... Nyári Zoli nem küldött egy lájkot. Volt itt nálunk egy zenekar, képzeljétek el, és az egyik tagnak valami koreai rajongója van. Ja, az Ehonádolt. És akkor ideért koreaiul. Menjünk tovább, mert most lesz egy nagyon provokatív kérdésem. Van neked otthon egy fiókod, vagy egy bármilyen tarom, amiben szövegkezdemények vannak, szövegek? Ez itt van a zsebemben, a telefonon vannak a szövegkezdemények. Ötletek, és így sorban, most nem tudom, 20-valahánynál jár, mind ilyen impresszió. Tehát így valami, valahol járok, valami beugrik, és akkor nagyon gyorsan le kell írni, mert tudom, hogy az már 2 perc múlva nem lesz a fejemben. És hogy leírod, vagy rámondod? Leírom. Tehát ez nekem rendesen jegyzetben van, leírom magamnak is kell. De egyébként nagyon vicces, hogy emlékszek olyan dalszöveg részletekre a már meglévő zenékből, hogy tudom, hogy ez hol jutott eszembe, tudom, hogy autóban ültem piros lámpánál, és kapcsoltam be, ha már így kérdezted, hogy van-e hangfelvétel. Az általában a kézzenénél van, amikor írom a dalszöveget, és eszembe jut valami, hogy na ide kellene valami, mert annyira hiányzik, és konkrétan emlékszem, hogy szólnak on a piac mellett a kereszteződésben, balra akartam kanyarodni, piros volt a lámpa, amikor eszembe jutott, és már váltott zöldre a lámpa, meg hogy bekapcsolni a felvételt, gyorsan felénekelni, mert elfogom, mire bekanyarodok, elfelejtem. Vannak ilyenek, az Emlékörökké című dal, az Békés Csabán sétáltam, pontosan tudom, hogy hol volt, amikor az a rész eszembe jutott, és gyorsan felírni, mert különben azt elfelejtsd az ember. Jó, oké, a Sétáló utcában egyébként. Akkor nem kell veszre menni. Most megkérdezzük a fő vendégünket. Jamiroquai. Igen, Jamiroquai. Mondd csak, milyen egy énekes, dalszövegíró apával együtt élni? Jó. Bővebben nem jó. Bővebben nem jó. Hát te is zenész, meséld el, hogy te is zeneiskolába jársz, igaz? Bizony. De az mi? És hogy kerültél be a zeneiskolába? Hogy apa bejött. Nem. Énekelt egy szépet, igaz? Igen. Az Adjon Isten Jó Éjszakát című népdalt énekelted el, óvodásként. És így kerültél be a zeneiskolába, hogy felvételi nélkül azonnal felvettek, igaz? Az nagyon szép. Gratulálunk. Ropagod a család, ropod elő, gratulálunk. Viszont most akkor még apához lenne pár kérdése. Megengeded? Igen. Köszönöm szépen. Igen, az gyorsan. Igen. Inkább őbeszéljön. Otthon nem lehetne ezt a hagyományt folytatni, hogy megegyezünk itt, hogy otthon is így csend. Nem, nem volt. Jár a szája egyébként, el kell áruljon. Hát ez egyértelmű. Gondoltam, hogy most csak egy kicsit
Hát mégis azért egy sztár jött el hozzánk, tehát kell az image, ahogy mondani szoktam. Azt mondd meg, hogy te hogy látod? Egy szám az kész van, vagy csak be van fejezve? Be van fejezve, sosincs kész. Soha nem készül el egy dolog. Tehát ez nekem egy örök szenvedés, hogy amikor már nem tudom, 10 éve játszol, és már hozzátettél a koncerteken, még rájöttél, az mennyire jó, és akkor újra kéne játszani, de nem szabad. Nem szabad. Ráadásul nem, tehát én hallgatom más zenészektől, én próbálok mások hibáiból is tanulni, sőt nekem ez egy ilyen, nem tudom, ilyen kényszeres betegségem, hogy mások hibáit keresem. Koncerten sem tudom kikapcsolni, az, igen, aki ismer, az tudja, hogy koncertén végtelenül kritikus, hogy ez nagyon nehéz nekem ott kikapcsolni az agyamot, szakmázás megy, nem a zenei élvezete. És ott is az, hogy mások hibáiból tanulni, azt kiküszöbölni, azt elkerülni, és igen, szóval ez benne van a pakliban. Maximalista vagy? Abszolút, abszolút. Mert ezt érezni egyébként? Nagyon, nagyon. Hát én nem megyek fel úgy a színpadra, hogy félkész valami. Az igaz, hogy igen, tehát a szám befejezetten sose lesz jó, de mindig ez a még többet, még jobbat, stb. Tehát az... Pontos. 21 éve létezik a zenekar. Hogyha most visszamennél a 21 évvel ezelőtti, és megnéznéd színpadon, meghallgatnád a szövegeit. Van róla videó felvétel. Videó kazettán, VHS kazettán. Nem provokatív, de tényleg csak azért kezdem, fontos a fejlődés egy művész életében? Nagyon, nagyon. Folyamatos fejlődés. Így van. Persze. Szerintem még a legmagasabb szinten is. Tehát ha az ember eljut, mondjuk a csúcsra, mert olyan nincsen, tehát Magyarországon vagyunk. Igen. Elér mondjuk egy magyar szinten is csúcson. Csak azért, hogy csúcson tudjon maradni. Tehát azért is küzdeni kell. És sokan itt hibáznak, hogy én sportoló voltam, én emlékszem, amikor ott elértem a magyarországi csúcsra, és rengeteg, nem rengeteg, de többen elértünk oda. Hogy hányan hagyták ott abba. Hogy addig a küzdelmet azt végig, és amikor elér oda, akkor eltűntek a süllyesztőben. Nekem meg akkor kezdődött az élet. És ugyanezt képviselem zenében is, bár messze vagyok attól, hogy a csúcson lenni nyilván. De küzd az ember, de pontosan tudom milyen az, hogyha az ember elér a csúcsra. Sőt, voltunk 2006-7 környékén, akkor egészen magas szintre sikerült eljutni. És szembesülni azzal, hogy az ember bár tudja, hogy ez mivel jár együtt, és azt hiszi, hogy tudja kezelni, és nem. És átesik a ló túloldalára, felveszi a sztár hülyeségeket magára, elkezd arrogáns lenni zenekaron belül, már zenekartagok egymással, már nem beszélünk, mert állandóan minden hétvégén össze vagyunk zárva, ülünk az autóban, megyünk már, nincs kedvünk beszélgetni egymással, és aztán jön a megoldás, hogy na, gyere menjünk le egy sörre, hétköznap, üljünk le valahova, beszélgessünk, mert ez már hiányzik. Nem említettük még meg a zenekarok, akik nincsenek itt, őket elmondanád? Igen, mind az egyet el fogom mondani, aki jelenleg a zenekar tagja, ő Nyári Zoltán Zoli, ő gitáros, szólógitáros, egy nagyon-nagyon kiváló gitáros, egy nagyon jó zeneszerző, igazán olyan, akire nem csak én mondom, hanem úgy a tág környezete is, pont múlt héten volt egy beszélgetés, egy másik zenésszel is, ő is csak szuperlatívuszokban tudott róla beszélni, tehát egy nagyon kiváló zenész. Több tagról azért nem tudok beszámolni, mert az elmúlt időszakban mi egy dobossal dolgoztunk együtt, aki kilépett a zenekarból tavalyi év folyamán, úgyhogy most jelenleg dobost keresünk a zenekarnak, addig gyakorlatilag akusztikus formában ketten tudunk koncerteket adni. A dobosa nagyon fontos, zeneileg egyébként a zenekar mondhatni hagyományos, rock zenekarként épül fel, annyi különbsége, hogy mi harddiskkel dolgozunk, és pont ezért nem említem azt, hogy jelenleg a basszusgitáros az elsődleges, mert zenéltünk másfél évig úgy, hogy harddiskről ment a basszusgitár, ami nem jó megoldás, én pontosan tudom. Nagyon-nagyon-nagyon kellene egy jó basszusgitáros is, de nem az az elsődleges, mert dobos nélkül igen vicces. Egy rock zenekar az nagyon furcsán néz ki a színpadon, úgyhogy most nekünk az első az, hogy minél előbb kell egy rock zenekar, hogy ezt a 23-as évet ezt ne veszítsük el. Tudjunk menni mindenhova. Nem titkolt, hogy nyilvánvalóan kellene egy basszusgitáros, az összes többi már harddiskről, tehát azt mondom, hogy ilyen szinten, ahol mi vagyunk, itt, ahogy kérdezted, hogy maximalista vagyok-e, igen, ha rajtam múlna, három vokálos lenne a háttérben, meg még egy billentyűs, meg minden, tehát szimfonikusok, stb., tehát lenne ott minden, de az nyilván megoldhatatlan, tehát ez nem...
De még a legmagasabb szinten is nagyon nehéz ezt megoldani, nem hogy a mi szintünkön. Akkor mondhatni, hogy egyszerre vagy maximalista és realista. Abszolút. Gépészmérnök vagyok. Én realista vagyok. Gépészmérnökre szokták mondani, hogy mindenhez ért, és amihez nem, ahhoz is. Tehát... Annak utána néz, hogy ahhoz is értsen. Igen. Édesapám villamosmérnök volt, szóval... Akkor ismerős. Igen. 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 Tehát... Ez életem, mint teljesen más. De lázadunk így is, úgy is. Na mindegy, ez csak egy kis apró megjegyzés volt. Nem csak érződött a beszéd meg a gondolkodásodból ez a fajta, hogy mondjam, részletekbe menő és komplexen gondolkodó. Tehát egy, úgy látom, hogy komplexen gondolkodó ember vagy. Tehát az egészet is szereted látni, meg a részt is szereted. Igen, igen, igen. És a legnehezebb ez a magadat kívülről látni. Tehát én ezért szoktam másokat megkérdezni mindig koncert után, hogy és a smúzolás nélkül, tehát nem, velem ne smúzoljon, nem mondja az, csak azért, hogy úgy, de jó volt, mert haverok vagyunk, mondja el, nem. Engem csak az érdekel, hogy mi volt a rossz, nem az, hogy mi volt a jó. A jót azt én is tudom, engem a rossz érdekel. Pont azért, hogy legközelebb ne legyen benne rossz. Benne van, tehát hogy nyilván az élőzenének az egyik varázslata, hogy hibák van, hogy hibák vannak a színpadon, stb. Itt meg kell az embernek tanulni nevetni önmagán. Tehát ez akkora jó, hogy az ember tud nevetni önmagán, és erre is képesnek kell lenni, hogy ne az, hogy úristen, most történt valami a színpadon, most mi lesz, szövegfelejtés. A saját szövegeimet el szoktam felejteni. És akkor az békés Csaba, Csaba Center. Koncert, kezdődik, legelső dal, lemegy az első két kör a gitárral, és jönne a szöveg, és egy dal, amit soha nem felejtettem el a dalszöveget, de tényleg soha. Fel sincsen, van nekem mindig puska van a földön, ez fel sem volt írva, mert fel sem merült, hogy én ezt valaha elfelejtem. Kijövök a füstből a mikrofonhoz, ott megyek, veszek egy nagy levegőt, és nem tudom a dalszöveget, hogy a francba kezdődni. Rohanok a gitárosomhoz, Peti, hogy a francba van ez a dal? És Peti, aki mindig tudja, így nézem, nem tudom. Megyek hátra a doboshoz, Tomi, hogy van a dalszöveg? Nem fogalmam nincsen. És akkor a Peti üvöltötte. Hátulról, hogy kezdik, és akkor nem tudom, lement három kör gitár, és visszamentem. Azóta mindig ott van, soha többet nem felejtettem el, de azóta puskán mindig rajta van ennek a dolgok a szövege is. Úgyhogy ez ilyen. Egyébként modern világot élünk, mert mostanában azt látom, hogy a telefont szokták föltenni az énekesek az énekálván, és azon fut a szöveg. Tehát, hogy onnan puskázom. Hát nekem ez, amit... Puskázom mindenki, mindig azt mondom, én a gitárosomnak is azt mondom, hogy elfelejted, kinyomtatom neked, de a földön legyen. Tehát, hogy ne roncsuk el azt a hangulatot. Tehát, amikor egy kottaállvány ott van, és onnan olvassa a nem tudom agyon játszott feldolgozás dalt, hogy nem tanultad meg ennek a dalnak a szövegét, hát nem tudom, Máté Péter x tizen évvel ezelőtt énekelte, hogy ezt hallgatod, játszik nem tudom, egy korál dalt, és ki van rakva a szövege. Hát ne szórakozzunk már, tanuljuk már meg, hát azért az... Egyébként játszottok feldolgozást? Volt egy dolog, amit nagyon sokáig játszottunk, ugyanis a zenekarnak az eredeti neve nem szekció volt. Gyakorlatilag 2002-ben, amikor megalakult a zenekar, akkor mi egy alapvetően feldolgozás zenekar voltunk. Tehát valahogy el kellett kezdeni, egyikünk sem volt zenész akkor, csak összeálltunk, csináljunk valami zenét, és ilyen punk-rockos stílusban indultunk el, és ezért lett a zenekarnak Jó apánk a neve. Mert hogy Jó apáink zenét játszottuk, egy kicsit leporoltuk, kicsit modernizáltuk az egészet, utána a feldolgozásokból átnyergeltünk nagyon gyorsan, gyakorlatilag már az első hónapokban átdolgozásokat is kezdtünk el csinálni. Én ezt szétbontom mindig. Tehát a feldolgozás az ugyanolyan stílusban, ugyanolyan zenéket játszol, mint mások. Az átdolgozás az, amikor más stílusokhoz hozzá mersz nyúlni. És eljátszottunk Zoltán Erikától. Hát a Remete lány az mai napig libabőrös vagyok, hogyha felhozom, hogy rock zeneként a Remete lány, ez óriás volt, imádta a közönség. De mit jön, sprintul a postakocsi meg. De, és direkt olyanokat válogatom, ami nem agyon játszott. Tehát nem a, és most minden kritika nélkül, nem a 8 óra munka, 8 óra pihenés, hanem mindenki ezt játszol, hogy a boldog szép napokat, hogy valami olyat játszunk már, amit más nem. Pinktől a Don't Let Me Get Me című. Akkoriban ez ment, 2002-ben ez ment, és senki nem számított rá, hogy jön egy amatőr rockzenekar, és Pinket fog játszani. És ezzel mi akkor 2002-ben hirtelen robbantunk be, tehát nagyon sokan megszerették a zenekar. De volt egy kritikus srác, Békés Csabán, sose felejtem el, mindig kritizált minket, hogy mindig ezek a feldolgozások, meg átdolgozások, mikor lesz már saját számotok. És akkor írtam egyet, egy nagyon vacak dalt. Tehát tényleg voltam egy koncerten, és valahogy a koncert között, egy másnap a koncerten, és
jött a sok input, másnap reggel felkeltem, még bennem volt a bugi, leültem, megírtam, lett egy vacak dal. És ezt eljátszottuk egy fesztiválon, és utána odajött ez a srác hozzám, hogy még nagyon gyerekcipőben van, de végre valami. És én mai napig ezt nem felejtettem el, hogy ahogy én szoktam mondani, bár idézet, igazi zenész saját zenéjét játsza. Nekem ez egy hitvallásom, hogy nekem sajátok kell. Mind a mellett visszatérve a kérdésre, a Jó Apánk zenekarból, amikor ezek voltunk, akkor volt egy himnuszunk, ez pedig a Dédapám a Skorpiótól. Csak mert a Dédapám helyett mindig Jó Apánkot énekeltünk, leporoltuk rockzenét, vagy rockosabb zenét csináltunk belőle, mint ahogy eredetileg szólt, és ezt minden egyes koncerten eljátszottuk. Tehát ez egy ilyen örök volt. Most már jó ideje nem játszottunk, nekem van is egy erős hiányérzetem, de mióta voltam a tévében egy ilyen szórakoztató műsorban, és ott tankcsapdát énekeltem, azóta az, amit le kell játszani minden koncerten, tehát elő kell adni, fel kell venni a palókát, fel kell venni a színpadra, és le kell nyomni azt a dalt, mert kívánja a közönség. És hogyan lett a szekciónév? A szekciónév az a helyzet, hogy 2002-től 2004 elejéig nem is volt vele gond, de ahogy mondtam, elkezdett nagyon hirtelen szükség lenni ránk, hogy ilyen csúnyán fogalmazom. Tehát a közönségnek igénye volt rá, egyre szélesebb körbe terjedt el a zenénk, nagyon szerették, de nem tudtunk fesztiválokra bejutni. Ott, ahol meghallották, hogy punk, abban a pillanatban nem kell. Tehát ez valahogy a fesztiválokra nem engedett minket be. És akkor először, mert hogy eredetileg Jó a punknak volt írva a zenekar neve, Jó, írjunk A betűt, ez egy fél évig ment. Rájöttünk fél év alatt, hogy ez olyan, mintha semmit nem csináltunk volna, kell egy másik név. Ami szerintem egy zenekar életében a legnehezebb döntés. Tehát egy nevet, ami már elkezdett befutni, azt most félredobni, igen. És annak idén Sziámival volt egy közös rádióriportunk, együtt voltunk benne, és amikor megtudta, hogy Jó Apánk volt eredetileg a zenekar, akkor úristen, és ezt ilyen eldobtátok? El kellett dobnunk. És akkor jött a szekció, és a legviccesebb, hogy akkor még gondolkoztunk ilyenben, hogy angolul, magyarul, hogy énekeljünk, milyen nyelv legyen, lehet-e lehetőségünk kijutni külföldre egyáltalán, stb. Tehát kell egy olyan név, ami külföldön is ugyanazt jelenti. És akkor jött az, hogy oké, akkor válaszunk egy holt nyelvet, itt a latin. Az már nem változik. Kell egy jó latin szó, ami úgy jellemző a zenekarra. Mi akkoriban nagyon ugrálósak, pörgősek voltunk, mindent csináltunk. És az a vicces, hogy a latin szótát lapozgattuk, hogy na akkor mi legyen. És az a legviccesebb, hogy az első volt a szekció. És mai napig megvan az a papír, amire felírtam akkor, hogy szekció. Utána még volt vagy 6-7 szó, hogy így ment, és mindig ez volt, hogy az a szekció az jó volt. Ráadásul a szekció hasítást jelent, tehát hogy hasítás, vágás illik a zenekarhoz. Úgyhogy így lett. Egyébként egy érdekesség, hogy a piramis neve is így lett piramis, hogy egyszerűen adott az elvárás, hogy olyan legyen, ami minden nyelven ugyanazt jelent. Igen. Tehát, igen. Tehát igazából nem volt nekik koncepció emögött. Uh-huh. Igen. De néha egy névválasztás az meghatároz egy zenekart abszolút, is. Abszolút. Tehát utólag visszanézve ez jó döntés volt. Az jó döntés volt, és onnantól kezdve sikerült is eljutni. Tehát onnantól a sziget, hegyalja, stb. Mindenhova be tudtunk menni. Ez sajnos a jobbánk névvel nem lehetett volna. Igen, hát sajnos mi így belefutunk sokszor ebbe, hogy rádióbarát, meg ilyen barát, meg olyan. Mi a Rópagoda nyitott, tehát azt mondjuk, hogy vagy jó, vagy rossz zene van. Tehát olyan, ahogy mondta, stílusok sincsenek, zenekarok vannak. Igen. Egyedül Viki szokott dönteni. Ha tetszik, jöhettek, és általában Vikinek nagyon kevés zene van, általában amiket én javaslok, az nem tetszik. De hogy értsétek, tehát, hogy... Mondom, nekem alapvetően azt tetszett meg a zenétekben ez a kettősség, amiről szó volt, hogy van egy, mindjárt fölteszek ezzel kapcsolatban egy provokatív kérdést, tehát van egy nagyon markáns szöveg, és egy kicsit olyan finom zene, tehát hogy és nagyon nagy provokatív kérdés. Hölgyen figyeljen, apa, megizzasszuk a hát, jó? Ezt napi szinten műveled. Akkor nem teszek semmi újat. Szóval, ha meg lehet, vagy meg kell fogalmazni, mi a szekciózenekar üzenete? Használjuk az agyunkat. Nagyon leegyszerűsítve, tehát most tényleg pór, egyszerű nyelven használjuk az agyunkat.
ne menjünk el abba az irányba, amiben ma a világ tart, hogy nem kell. Tehát már arra viszik rá az embereket, ne gondolkozz, ne csinálj semmit, csak kapcsold ki az agyad, mindenhol zene szól, mindenhol, már mindent elég tolnak. Itt egy hamburger, itt egy kóla, ne beszélj, ne gondolkozz. Én meg pont az ellenkezőjét üzenem a darokkal, hogy igenis gondolkozzunk, igenis használjuk az eszünket, igenis üljünk le elolvasni egy könyvet, igenis nézzünk meg egy olyan filmet, mondjuk egy 2001 Eurodussel, direkt egy szélsőséges példát hoztam, hogy 3,5 órás film 1960-valahányból, és van negyed óra, hogy nem történik benne semmi, csak képek váltják egymást, hogy fogjuk fel, hogy mi van mögötte, és ne azzal kezdjük, és elnézést kérek a kifejezésért, az ő fülét befogjuk, hogy ez szar. Nem. Hanem üljünk le, és kezdjünk el gondolkozni, hogy vajon miért lett mondjuk az a film, amit említettem, egy világhírű film, és ne az, hogy úristen, 3,5 óra dugunalom. Nem igaz. Abban van valami. Tehát tényleg ez egy kicsit álljunk meg, állítsuk meg a világot, stop, kész, szálljunk egy kicsit, és menjünk el koncertekre például, és most ezt csak így tovább kötöm, mert itt beszélgetünk még a riport előtt arról, hogy az emberek nem járnak manapság koncertre, és főleg az utóbbi időben nem járnak koncertekre az emberek. Hozzászoktak, hogy otthon bekapcsolja a YouTube csatorna, stb., és otthonról nézi az egészet. Én tegnap este is voltam, én ma hajnalban mentem haza, elmentem 2 koncertre Szolnokon. Én eljárok. A múltkor egy ismerősöm mondta, hogy te vagy az egyetlen szolnoki zenész, aki eljár mások koncertjére. Ez nem igaz, mások is eljárnak, csak én rendszeresen ott vagyok, tehát én rendszeresen megfordulok, mert engem érdekel, hogy mások mit csinálnak, és hogy csinálják, stb. Igaz ez az amatőr zenekarokra is, meg a profi zenekarokra is. A profi zenekarnál nyilván azt nézem, hogy miket csinálnak, hogy milyen hangszereket használnak, hogy... Hogy látod, mindenkitől lehet tanulni? Persze. Tehát még a legamatőrebb zenekartól is láthatsz olyat, ami... Abszolút. Tehát tegnap este most névnélkül volt egy zenekar, és így nézem, unalmas, jó, ez is... És aztán jött egy szám, hogy ez hogy? Hát eddig egy, mit tudom, 5-ös skálán jó, hogyha 2-es volt. Ez meg egy 5-ös dal, hogy ez hogy? És hallgattam, és figyeltem, és ott az embernek egyből kinyílik a füle, hogy na most a szöveg a zenéhez, akkor egyensúlyban van, stb. És ott elkezdenek, és egy amatőr zenekar. Szóval, hogy ne lehet, persze, mindenkitől lehet tanulni. Voltam múlt hét szombaton a legendában a Dynamite Telegram koncert volt. És készítettem riportot is, és kérdezte ott a Dynamite-nak az egyik ilyen beengedő emberkéje, hogy aki a Rock Múzeumból is volt, hogy hát, miért nem veszel föl élőbe? Mondom, aki élőbe akarja, az jöjjön és nézze meg. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy élőzenét nincs az a technika, amit visszaad. Soha nem vagyok vissza. Soha. Mert annak van egy, ahogy megérkezel, ahogy belépsz, a közösség, ahogy hogy kit nézel, mit nézel. Mert ugye egy YouTube-on vagy azt nézel, amit mutatnak. De elmész egy koncert, és azt mondod, most én csak azt nézem, hogy a basszusgitáros mit csinál. Igen. Vagy azt nézem, hogy a keverőpultnál az emberke olvasgat, nézelődik, vagy valamit csinál. Tehát, hogy te döntöd el, és szerintem ez a leginteraktívabb dolog. Mondok egy példát erre. Nyilván, amit említettem, hogy a tévében voltam egy tancsapda dallal, utána jöttek a kérdések, hogy te mekkora tancsapda fanatikus vagy, mekkora, és én. Hát én nem. Én a régi tancsapda, jó, még nyilván életkoromból is adódik, hogy én még a kezdeti, régebbi, stb. Nagyjából egy ilyen, nem is tudom, Magyarország, stb. Nem tudom. Tehát, ott valami megakadt, nyilván már nem nekünk szólt elsősorban az új csapda, ez volt, és aztán elmentünk az A38-as hajóra a Connector koncertre, ahol a Connector albumról játszották az összes zenét, és én úgy mentem, hogy jó, hát megyünk át most. Igen, mert jó, a menedzser rákadott, mert azt mondta a menedzser, hogy menni kell, jó, meg kell jelenni, oké, protokoll, elmentem, és olyan feeling volt, tehát azok a dalok, az Acapulco című dalnál, hogy közönség csak ő eladni akar, én megvenni. Akkora hangulata volt annak a koncertnek, hogy mai napig mindenkinek mondom, aki szidja a csapdát, hogy gyerekek, azt látni kellett volna, és nem lesz még egy ilyen. Tehát ez a szörnyű benne, hogy egyszer volt, aki ott volt, az látta, aki nem volt, az nem fogja látni. Óriási volt. Ez az élő koncertnek a lényege.
És mondjuk én, most ha már így rockzene, nem rockzene, és akkor hogy ki rajongó, meg ki nem, tehát tipikusan akik színpadon állnak, ők nem rajongó típusú emberek. Én sem vagyok rajongó típusú ember, nem mindig volt ez így. Én mindig bevallom, én Michael Jackson fanatikus voltam, mai napig is imádom a zenéjét, sose jutottam el koncertjére. Soha az életemben. És már nem fogok. Nem is és nem fogok. Tehát, hogy az ember húzza, halogatja, hogy na majd a következőre, most nem érek rá, mert most ebbe a buli, most... És lemaradt róla. És nem biztos, hogy holnap el tud menni. Közben Vicky Black üzent a menedzsernek. Köszönöm szépen. A menedzsernek általában igaza van. Köszönöm szépen, ezzel egyetértek. Szerintem Csabi annyira nem ember. Akkor Vicky ezt megbeszél. Várjuk azokat a kommenteket, akik ellent mondanak Vicky Blacknek. Akik mernek ellent mondani Vicky Blacknek. Azt én is megnéztem. Én sem merek. Egyébként, ha már így a menedzser is. Milyen a zenekart menedzselni? Lögdösni kell őket? Hát igen, lögdösni kell őket, illetve nem egyszerű, ugye mindenki más-más karakter, más-más típusú ember, és mások az elképzelései a zenekar jövőjéről. Tehát ezt nehéz összeegyeztetni, hogy egy közös nevezőt hozunk, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát nehéz, de szívesen csinálom. És mondd csak ilyenkor, úgy jársz el, most úgyse hallja senki, így egymás között kicsit beszélni, hogy próbálsz így demokratikusan megbeszélni, vagy mint Viki szoktam mondani, hogy vagy ezt csináljátok, vagy menjetek, ahova akartok. Tehát, hogy ez a melyik? Én igazából most azt a módszert alkalmazom itt a fiúknál. Most, hogy... ha nem akarod, nem mondd el, mert nem tudok. Azt a módszert alkalmazom, hogy hagyom őket kibontakozni, érvényesülni, de amikor látom, hogy ez így megakad, mert egyiknél sincs motiváció, meg hogy csináljam, akkor csapok az asztalra, hogy jó, akkor ez így lesz, volt időtök dönteni, lehetőségetek behozni dolgokat, nem tettétek meg, akkor én ezt a döntést hoztam, és ez így lesz. És ez vagy jó, vagy nem. Mondd meg, a menedzseléshez kell pszichológiai érzék? Persze. Mindenhez igazából szerintem a mai világban már. De különösen Csabihoz. Micsoda? Tehát értem, hogy Vicky Black, de te mi vagy, Gabi White, vagy miért? Várjál, közben írt Vicky megint. Lehet ellent mondani, csak nem érdemes. A karma velem van. Hiába mondom, meg kellett attól, még nem lesz, vele nem lesz van, más. Vele is van karma, úgyhogy vigyázni kell. Úgyhogy, igen, nagyon nehéz egyébként, amikor azt látod, hogy egy zenekarban mondjuk mindegy, hogy X ember erre húz, és van egy, aki nem. Hogy akkor most beleszóljak, vagy a zenekar. Most megkérdezed, visszadobnám a labdát egy kicsit hozzá. A zenekar egyébként demokratikus, diktatórikus, tehát hogy működik alapvetően? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy tehát nálunk mindig demokrácia volt. De a demokrácia nem jelenthet fejetlenséget. Nem lehet az, hogy nincs irányító. Mindenkinek van beleszólási joga, mindenkinek van döntési joga. Vannak nyilván olyan döntési szintek, és ezt szépen tagoltuk is, mondjuk egy pénzügyi kérdés, ahol vagy a zenekar vezetője dönthet egymagában, vagy minden szavazatjognak. Mondok egy példát. Legyen egy új tag a zenekarban. Kell 100%? Egyetértés? Igen. Kell. Tehát ez az a kérdés, az a falsú kérdés, ahol 100% egyetért. Ha valakinek bármilyen ellenérzése van, akkor az ember nem kerülhet be a zenekarba, mert abból baj lesz. De vannak olyan kérdések, mint hogy most mit tudom én, két autóval menjünk, vagy hárommal. Tehát, hogy ehhez egy vezetői döntés elég, hogy gyerekek, kettővel fogunk menni, mert most mit tudom én, ennyi a gázsi, ennyit fizetnek, stb. Tehát ehhez nem kell az, hogy most megszavaztassuk a zenekar. De ha nincsen egy vezető, aki irányítja a demokráciában a zenekart, akkor abból káosz van. És te hogy látod, vagy hogy látjátok a zenekarban? Fontos az emberi kapcsolat? Fontos, hogy az a tag, akik tagok? Azokkal emberileg kijöjjünk? Igenis, meg nem is. Ez megint egy nagyon érdekes és trükkös kérdés, mert most, hogyha a zeneiparban szétnéznénk, és mondjuk egy Bródi Jánost elővennék, hogy ki milyen kapcsolatban volt, de akár a Markos Nádast fel lehet hozni, hogy úgy tudtak együtt dolgozni, hogy igen, volt baj. Tehát, hogy
nem feltétlenül fontos, de sokkal hatékonyabban lehet együtt dolgozni, hogyha barátok is vagyunk. Sőt, ez már több, mint barátság, mert gyakorlatilag mondhatni családtagoknak kell lenni. És egy családon belül is össze lehet zörrenni, egy családon belül sem értünk egyet mindenben. A kérdés, hogy azt hogy tudjuk kezelni egymást. Igen. És ennek szerintem az alapja a tisztelet. Tehát, hogy olyan emberekkel dolgozol együtt, akiket tisztelsz. Tehát most ott van például Zoli, meg az én kapcsolatom. Nekünk is van olyan, hogy nem beszélünk egymással x ideig, mert nézeteltérés, akár van egy kis mosolyszünet, stb. De mindeközben meg, ha bárkivel beszélek, Zoli, az a legjobb gitáros, és nem kamuzok. Tehát én tényleg így gondolom, hogy vele együtt dolgozni kiváló volt. Farkas Peti a régi gitárosunk. Imádom a stílusát, ahogy hozzá tudott, ahogy a zenéhez tudott viszonyulni, ahogy stb. Tehát csak azért, mert nem zenélünk már együtt, azért az nem azt jelenti, hogy mi már nem beszélünk egymást. Nagyon jó kapcsolat van, mert nem mindenkivel ez is igaz. Tehát azért 21 év alatt volt, akivel oké, nem jobb, hogyha nem beszélünk többet egymással. Ilyen is volt. De igaz, ami igaz, a legfontosabb az az, hogy a tisztelet meglegyen. És a másik, amit hozzá szoktam tenni, és ez az én, ilyen nem is tudom, Achilleszem, hogy a zenei alázat. És azt szokták az emberek elfelejteni, amikor így mennek felfelé, és eljutnak egy szintre, és elfelejtik, hogy honnan indultunk, mik voltak a gyökereink, és hogy az első nem én, hanem a zene. A zene az első, és utána jövünk majd mi. Tehát az onnantól, hogy az ember elkezdi nem tisztelni a zenét, azzal már nem tiszteli a zenésztársát sem. És ez egy őrült spirál, és ha ebből belekerül egy zenekar, abból mindig baj van. És onnan nagyon-nagyon nehéz kikerülni. És utána, hogy már nem tiszteli a közönségét, igen, és akkor elvesztett mindent. Így van. Hát ja. Meg az arcol a pénz felé onnantól kezdve nagyon nehéz. Tehát ez egy nagyon nehéz. Jó, mi már úgy gondolom, hogy abban az életkorban vagyunk, hogy már ezt tudjuk kezelni. De mondjuk 20 évesen az ember ebbe belekerül, és egyik pillanatra a másikra feljut a csúcsra, ott egy angol zenekar, imádtam őket, IMF, amikor én még fiatal voltam. Úristen, az Unbelievable című dolog, így dobbantak be, 3 albumot éltek meg összesen, és így mentek lefele, tehát az első volt a csúcs, a minden, onnantól már lefele, és csúfos véget ért az egész. Szörnyű. Phil Collins, nagyon szeretem, ő mondta egyszer, mikor megkérdezték, hogy mit szól ez az Oasis nevű zenekar. Azt mondja, hogyha lesz 4 albumuk, akkor megtanom a nevüket. Mert általában 4 album után kezd egy zenekar, tehát mindenkiben van 1, 2, 3, még 9, de utána már az egy, és igaza lett, mert... És igen. Amikor az Oasis énekes a közönség közül nézte a saját zenekarát, és igen. Aztán egy nyilatkozatban elmondta, hogy a Wonderwall című dalnál semmit nem utált jobban, hát mondom, ezt mondom évtizedek óta, én is gyűlölöm azt a dalt. Hozzáteszem, az egy jó dal, igen. Csak agyon lett játszva. Tehát ez a másik oldal, hogy nem szabadna a dalokat agyon játszani, még hogyha nagyon jók akkor sem, mert olyan dalokat megutáló, nekem volt a Retro Chili Peppers, Californication című dal. Én igen. Úgy utáltam akkor, amikor ment, most meg valamelyik héten ment a rádióba, és feltekertem, hogy de jó, hát libabőrös vagyok, ahogy mesélem, hogy úristen, de jó ez a dal. Uh-huh. És annak idején hát az MTV-ben, hogyha fél óránként nem szólalt meg az a dal, és akkor még a rádióról, az összes többiről nem beszéltünk. Nem szabadna. Tehát igen, vannak így az embernek, ugye, mint így nagyon játszottak. Viszont most föltennék egy provokatív kérdést azzal kapcsolatban, hogy beszéltünk ugye üzenetről. Ezt meg szoktam kérdezni a zenekaroktól. Most itt a menedzser, tehát most kicsit könnyebb, sőt itt a zenekarnak a legnagyobb vezetője is. Tehát itt nagyon könnyedben van. Tehát mi a célotok? Hova akartok eljutni? Hova akarsz? Ugye, itt, mikor jönnek, nagyon vegyes zenekarok jönnek, és én akkor szoktam mondani, hogy mit tudom én, egy paplászló aréna, vagy egy nagy nemzetközi zenekar előtt, előzenekar, egy országos turné, vagy fesztiválokra, tehát hogy mi? Vagy csak érezzük magunkat és játszunk, tehát hogy mi az, amit ahova? 21 év alatt már volt annyiféle érzés. Minden, amit itt felsoroltál, az már megvolt. Most ebben a minutunkban? Hát az Aerosmith előtt jól lenne játszani. Az, igen, kicsit reálisabb. Steven Tylerrel együtt. Jön a Guns N' Roses, azt hiszem nem lesz előzenekar, gondoljátok, akkor valamit majd próbálom. Jó, ezt találjuk addig dobost. Ja, ott van egy jó dobos egyébként. Szerintem, hogyha egy fölhívnál bármelyik dobost, egy figyelj Guns. Jönni, igen, nem lenne nehéz. Én tudom már is egyébként. Ja, én is, igen. Na, akkor ott tettük, hogy mi a nagy álom most.
Nem tudom, én azt gondolom, tehát így 21 év távon, én nem szeretnék most ebben a minutumban itt most, mert mondom, mindig változik. Ha összefoglalnám és egy ilyen átlagot, hogy az egészből egy átlagot vonni, akkor azt gondolom, hogy a nagy színpad, és hogy legyen egy stabil közönség. Tehát, hogy elmész, és nem az van, hogy na, öten jöttek, és nincs baj, tehát aki ismer engem pontosan tudja, hogy Dunaújvárosban a nulla embernek nyomtunk egy fesztiválon akkora bulit, hogy a technikusok pogóztak elől, én megénekeltettem a tücskéket, meg a szöcskéket, ugráltunk össze-vissza, amikor a szervezők megérkeztek, így néztek ránk, hogy ezek nem normálisak. Tehát konkrétan egy üres mező volt előttünk. Mi a cél? Az, hogy ne üres mező legyen előttünk. Legyenek emberek, akik ma még szeretnek dalszövegeket hallgatni, és nekem volt egy, ha már a dalszövegekről beszéltünk, és hogy mondani való van, nekem volt egy időszakom, amikor úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy ma még van-e egyáltalán szükség a mély értelmű dalszövegekre, vagy majd már nem lehet eladni. Tehát ma már kénytelen vagy valami hígfost írni, elnézést. Csak azért, hogy befogadja a közönség. Tehát csak eladhatót lehet. És aztán én nagyon szerettem a Blackout zenekart. Lévén a mi zenekarunk Békés Csaváról indult, vagyis Békésről indult. Én is szerettem őket. Blackout-ék is azért annak idején onnan. Fekete-kék az egy... Ez, hogy mondják? Én azt mondom, már a kultikus album lett. Igen. És én nagyon szerettem az ő zenéjüket. Rengeteg közös ismerős van. És amikor Kovalszkinak volt egy full telt házas koncert, és Kova azért híres arról, hogy azok a szövegek, tehát nem csak az, hogy mi értelmű szöveg, hanem rengeteg szöveg van egy dalban. Tehát, hogy azért azt megjegyezni, stb. Most nem az ő részéről, de mondjuk a közönség részéről, igen. Hogy rengeteg szöveg, rengeteg mondani való van benne, stb. És akkor láttam, hogy te jó Isten, full telt ház van, és nem Kovács Ákos játszik, úgy van full telt ház, akkor azt mondtam, hogy jó, oké, gyerekek. Továbbra is ezt fogom. Tehát én nem fogok letenni arról, hogy mi értelmű szövegeket írja. Kell. Van rá kereslet, úgyhogy... De őszintén, tudnál nem mi értelmű szövegeket írni? Az már nem... Te lennél? Tudnék. Tehát, hogy fizikailag tudnék, de az már nem én lennék. Tehát... Most bocsi, egy provokatív kérdés. Azt mondják, hogy oké, Csüle, írj egy nagyon gagyi szöveget. Csinálj, meghangszert, add el. Ki tudnám menni, ugye neked ne lenne benned közben az, hogy... Nem. Tehát ez nem. Ez majdnem vagy hasonló kérdés ahhoz, hogyha más írja a dalszöveget. Igen. Nagyon nehéz kérdés. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy mi van, hogyha más írja a dalszöveget. De most pontosan egy ilyen projektben vagyunk benne. És azért, hogy miért? Mert kíváncsi vagyok. Mert kíváncsi vagyok, és igen. Igen, mert ki kell lépni a komfortzónát. Ki kell, így van. Tehát akkor nagyon szeret ott lenni. Így van. Tehát neki van egy kis komfortzónája, zeneileg, minden, és az nagyon ragaszkodik. És nehezen nyit kifele. Most azért... De most itt van ez, és nem, van, nem mondok nemet erre, hanem próbáljuk meg, igen, egy kicsit kell az, hogy egy kicsit az ember a határon táncol, de ez ugyanaz, mint a dalszövegek, hogy meddig mész el a dalszövegben. Mennyire provokálsz, ha már ma ilyen provokatív napunk van, mennyire mersz provokálni, meddig mersz elmenni, mennyire mered nyitogatni azokat a láda fedeleket, amiket mások nem mernek kinyitogatni. Én... Amikor beszéltünk előtte, hogy ne beszéljünk csúnyán, stb. Igen. Nekem ez alap. Jó, a hétköznapi életben én is csúnyán beszél, persze. De dalszövegben, tehát hogy én nem. Tehát, hogy megvannak erre azok az emberek, akik ebből jól élnek, én nem. Tehát nekem az fontos, hogy a dalszöveg az olyan legyen. Ahogy szoktam mondani, én nekem volt mindig egy célom, majd amikor anyukám azt mondja, hogy ez jó zene, akkor elértem azt, amit el akartam érni, és volt egy akusztikus koncert, ahol ott volt anyukám, és utána odajött is gratulált. És akkor azt mondta, hogy nem lesz ott végig, mert nagyon fáradt, és sokáig tart a koncert, és a legvégéig ott volt. És azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy dicséret volt akkor. Erre lesz majd még egy kérdés, csak közben jött egy Berényi András szekció, és egy ilyen. Bandinak üzenjük, hogy motorosok. Így van. Mindjárt majd áttérünk a motoros dolgokra is, csak még egy kérdés lenne, mert az az igazság, hogy amit mondtál, az teljesen így van, hogy ha más írja a szöveget, vagy a feldolgozást játszol, ha te nem tudsz, tehát elő lehet úgy adni egy szöveget, hogy nem tudsz azonosulni bele, tehát hogy más az, amit mondani akar, mint amivel
te, a te életed, vagy milyen te vagy? Átforgatom egy kicsit. Nyilván én is hallgatom mások, sőt, mások zenét hallgatom, tehát sokan ebben is tévedésben vannak, hogy én a saját zenéket, dehogy hallgatom. Hát állandóan azt kell írni, azt kell énekelni, dehogy hallgatom. Én mások zenéjét, de... és mégis, hogyha eléneklek, mit tudom, egy korádat, tudok vele azonosulni? Hogy ne tudnék? Tehát, hogy... Megtalálod benne. Hogy... én ahogy mondtam, nem vagyok rajongó típus. Nekünk, én azt gondolom, legalább én beszélek magamról, nem másokról, mert máshogy működik, mint én. Nekem példaképeim vannak. Mondjuk van egy Horváth Attila. Azokkal a dalszövegekkel. Tehát azért megnézzük a magyar rockzenei életet, Horváth Attilának a dalszövegei, minden, és nem csak a rockzenei életben, tehát a Horváth Csányi daloktól kezdve, nagy csomó minden. Olyan mondani valóval, hogy nem tudnám azt mondani, hogy nem, előveszünk egy tunyogi dalt, hogy hát ezt én is énekelhetném. És volt az Attilával egy riport, egy másfél órás riport, ahol sokat fogadták erre, hogy hogy dolgozik együtt másokkal, mert ott pont ez a kapcsolódási pont, igen, most kérdezték, pont ez a kritikus benne, és mondta, hogy ő nem is ír úgy dalt, hogy nem ismeri a másikat. Tehát úgy nem is lehet. Tehát az szörnyű lenne, hogy valaki olyan ír, hogy nem ismer, és nem tudja, hogy mit gondolok, stb. És Attila megismeri, és írja. Megiszik unikumot, meg sört, hogy én is szeretek. Csak egy személyes megjegyzés, aztán tényleg rátérünk a motoros dolgokra. Volt szerencsém ismerni Es Nagy Istvánt. És ő mondta mindig, hogy ő olyan, mint egy Úri Szabó. Tehát fazonra írja a szöveget. Tehát bármikor, mikor eljött hozzá valaki, a Máté Péter, Ihász Gábor, Araszki, először, jó, hát igen, kávéztak, meg üdítőztek, mert ugye mindig kávézni, meg üdítőzni szoktak, és Csablecsacsit játszottak, mert csak Csablecsacsit szoktak játszani, de aki érti. És mikor már megismerte, akkor vagy azt mondta, hogy itt van, ez lesz az, vagy azt mondta, hogy jó, akkor jelentkezem, és akkor már tudod, mert egy jó szövegíró az fazonra ír. És ez nagyon nehéz, eltalálni azt az embert, hogy amivel azonosulsz, és jó is. Jött közbe Marjai Éva. Fantasztikus emberek vagytok a magánéletben is. Köszönjük szépen, Évi. Ez volt 15-e után is. Jó, akkor beszéljünk kicsit, hogy kapcsolódik a rockzene és a motorozás. Hát ezt inkább Csabi tudná megmondani, hogy kapcsolódik nála, mert ugye a motorosokhoz egyértelműen a rockzene tartozik, ugye egyértelműen. A mi kapcsolatunk is így indult 2017 áprilisában, hogy én 2017 márciusában megalapítottam egy motoros egyesületet, és hát ilyen jótékonysággal foglalkozik igazából az egyesületek, ilyen jótékonysági motoros felvonulásokat szoktunk szervezni, mert most már azon kívül nagyon sok minden, és én akkor találtam rá a zenekarra, méghozzá a Emlékörökké című számukra. És a zenekar meg szintén jótékonykodott, tehát még ebben is hasonlította a motoros egyesület meg a zenekar. Mert mi meg 2007 óta kezdtünk el, amikor egyszer Déván játszhattunk kint a Bőde Csaba szerzetesen a Szent Ferenc Alapítványnál, és ott láttuk, hogy mivel a gyerekek, és akkor 2007-ben kezdtünk el. Jó, akkor vigyünk mi is ruhákat, stb. A koncertre, és akkor kezdtünk el, és ma már a zenekar mindig a gyermekeket támogatja, tehát rászoruló gyermekeknek gyűjtünk a koncerteken. Tehát ez is egy kapcsolódási pont volt akkor. Igen, illetve a dal az Emlékörökké, mert ugye sajnos évről évre egyre több motoros veszítünk el különböző balesetekben, és az Emlékörökké egy nagyon ehhez az eseményhez passzoló dal, és én akkor kerestem meg a Csabit azzal, hogy ezt a számot szeretnénk egyszer egy élőbe hallani egy ilyen motoros buliba, és igazából utána derült ki, hogy ő motorozik. És például most már mondhatod te a többit. Jó, hogy... Miért kezdtél el motorozni? Nem tudom, miért kezdtem el motorozni. Mielőtt tovább megyünk, nagy hűség volt. Honnan jött az ötlet, hogy megalapítsd ezt az egyesületet? Hát ez egy érdekes történet, mert én világéletemben vendéglátásban dolgoztam, és az előtte lévő hely, a motorosbár előtti vendéglátóhelyen nagyon sok motoros barátommal jártak oda szórakozni, és ott belecsöppentünk egy ilyen jótékonysági eseménybe, volt ez a gyűjtés, hogy minden mentőautóban legyen plüss maci,
És ugye hát a motorosoknak is van otthon gyerekkorából, vagy éppen a gyermeknek ilyen plüss állata, és ők elhoztak, és elkezdtük gyűjteni, és akkor egyre több és több lett. Aztán a szervezők megkértek minket, hogy akkor a Békés megyei területet azt úgy fedjük már le, és akkor vegyük át a szervezést, az egész dolgot, és ez így megtetszett nekem is, illetve a fiúknak is, hogy ez egy tök jó dolog, hogy segítünk. Ilyen apró dologgal, ami otthon van a polcon, és levesszük, és mosolyt tudunk csalni egy beteg gyerek arcára, akit éppen a mentővízbe, mert suliba a baleset érte, vagy bármi. És koronna jött, hogy jó, akkor de ezt csináljuk hivatalosan, és alapítsunk egy egyesületet. Na, de ugye itt a fiúk motorosok voltak, és így nem volt kérdés az, hogy akkor motoros egyesület legyünk. És így 2017. március 13-án megalakultunk. Egyébként a Roppagoda is, tehát mi is ugye egyrészt állatvédők vagyunk, tehát állati adománygyűjtőhely, másrészt ugye gyűjtöttünk tavaly tavasszal a ukrajnai háború menekültekért, volt az S8-ban egy koncert, meg ősszel a Müller Péter, nem rokona, ez egy másik Müller Péter, a lábáért volt egy, tehát hogy, ha ilyenben tudunk segíteni, nyugodtan keressetek, mert Vicky Black az nagyon-nagyon szereti ezt a jótékonyságot, meg hogyha van miért, az nagyon jó. Viszont, akkor az lenne a kérdésem, említettétek ezt a március 15. Mi lesz akkor? Mondja. Én mondjam, te szervezed. Én szervezem. Én csak felvezetem a sót, mert azt mondta a menedzser. Igen, a menedzser kiadta a feladatnak, hogy mit csinálja március 15-én, nehogy otthon ünnepel. Igen, tehát az egyesületünk híres arról, hogy minden évben csinál egy szezonnyitó, illetve egy szezonzáró gurulást. Ezt mindig a nemzeti ünnepre tesszük, március 15-én nyitjuk meg hivatalosan a szezont, október 23-án zárjuk a szezont. Attól függetlenül, hogy milyen idő van, kivéve szakad az eső, de idén is szerencsékre jó időt jósolnak. És ez úgy szokott nálunk történni, hogy Békés Csabán, mivel ugye mi Békés Csabaiak vagyunk, összegyűlünk a Tesco parkolóban, mivel hogy már minden kisebb helyet kinőttünk. Próbáltunk mindig egyre nagyobb és nagyobb helyet találni, ami kicsit olyan hangulatosabb lehetne, de tavaly is belefutottunk abba, hogy nem fértünk el. De a tavaly évben 313 motoros vett részt ezen a szezonnyitó guruláson, és tavaly októberben volt ugye a szezonzárunk, ott jött egy ötlet előtte, szervezés alatt, hogy mi lenne, ha zenészeket hívnánk meg felvezető motorosoknak, és akkor itt jött képbe természetesen Csabi, mert neki van egy különleges motorja, de majd erről ő fog inkább beszélni. Én nem szeretem erről beszélni. De már nem szeretsz. Azt mondta a menedzseret, hogy beszélned kell. Ja, úgyhogy beszélned kell, igen. Illetve hát tavaly a Rode zenekar dobosa Tóth Tamás volt, aki idén is a szezonnyitón részt fog venni, mert ő annyira szereti ezt a motoros feelinget. Főleg szerveztünk neki egy motort, úgyhogy ezóta meg főleg, úgyhogy mondhatod. Mielőtt tovább mennénk, Belényi András írt elég sokat. Én most megpróbálom felolvasni. Ajaj. Tiszta szívemből örülök, hogy Csibe, illetve a szekciózenekar egyre nagyobb sikereket ér el a zenei iparban. Közben bejött egy rajongó. Igen. Ér a zenei iparban. De valójában jó lenne már újra nagyokat motorozni. Imádtam, amiket Csabi szervezett. És jött még egy. Vasabi. Nem tudom, ez mit jelent, felolvasom. Az a vaddisznó hangú indiánt. Ez a motor? Igen. Ez a motor az indián, igen, ez a különleges motorom egy indiánomval is. És erre írt a Vasabi. Igen, egyébként visszatérve a Bandinak a kommentjére, közben az állatot likvidáljuk. Aha. Próbáljuk. Igen, ez a, most beszéltünk a jótékonykodásról és az állatvédelemről, tehát most erre szigorúan kötünk. Nem csak kitereljük szerintem. Hogy ez közben. Nem, az az igazság, hogy a igen, pillanat, mi kislányunk is allergiás, egyik is, igen. Úgyhogy ez sajnos neki most mennie kell. Igen, most egy kicsi reklámszünet van. Nem, nyugodtan mondjátok közben. Nehéz közben koncentrálni, mert ugye minket támad. Nem fog. Tehát így. Igen. Tehát nem kicsit, tehát azért elmondanám, itt van, tehát aki nem nagy, ott van, itt. Azért most bemutatkozik, igen, a kamerának is. Ennyi.
Hát, szóval igen. miért a motorodnak miért ez a hülye neve van? Bár meg, bocsáss meg, szóval ez a, hogy mit írt, vadisztó hangú indián. Ja, mert nagyon hangos és indián a márkája. Tehát ez azért... Az Harley Davidson az indián? Nem, az pont nem. Az pont bon, nem. Bocsi, annyira nem vagyok benne motorokban. Milyen márkája egyébként? Ez egy amerikai. Amerikai. Ez egy amerikai motor, és ez a márkája, hogy indián. 1901-ben alapították, egy nagyon legendás motormárka, egyébként a legnagyobb. Ha vannak rendőrnézőink, akkor elmondjuk nekik, hogy a leghíresebb rendőrmotor volt az indián, tehát az indián kifejezetten rendőröknek gyártott egyébként baloldali gázkarral indián motorokat, és aki tudja, az írja meg kommentben nekünk, hogy miért baloldalon volt a gázkar. Mert jobb oldalt van a fegyver? Mert jobb oldalt volt a fegyver. Nagy segítség volt, így van. Igen. Jobb kézbe tartották a fegyvert. Ha az embernek van egy kis rendvédelmi módja, jó, hát össze tudja rakni. Így könnyű, igen. Egyébként a civil lakosság kérhette jobb és bal gázkarral is. Tehát, ez tehát meg tudják oldani. Abszolút. Egyébként tehát ma jobb oldalon van. Tehát ez az 1920-as években volt, úgyhogy. Közben iktattuk az állatot, úgy látom. Így van. Most már. Elnézést a közjátékért. Semmi, ez egy rocker dongó volt. Tehát azért. Rocker dongó. Legalább így a motorod, lehet, hogy meghallottam a motorod, és azt mondta, tudok én is. Annak is ilyen hangja van, csak hangosabb. Menjünk tovább, viszont most egy nagyon provokatív kérdéssel. Most kicsit átfordulunk ide. Úgy se hallja senki, négy szem közt vagyunk. Csak mi vagyunk. Milyen menedzser a Gabi? Milyen vele dolgozni? Kemény. Kemény? Kemény. Kemény. Én nem ismerem a Wiki Black-et, de valószínűleg ugyanilyen lehet. Őt is emlegessük már, mert ott a kamera másik oldalán nem hallja, mert mi csak négy szem közt beszélgetünk. Igen, igen. Megmondom őszintén, én nem merek mondani semmit. Nem azért, mert... Nem tudom, mert lefélyeztem. Mi meg el tudunk még utazni. De egyébként teljesen mindegy, tehát én majd az autóban kapom a nyakleveset. Egyébként már jött az Gabi Vájtó. Szabó, a repülő vendég menjen Narnia. Jelentem, elment Narnia. Na. Igen, kemény, nem egyszerű. De én azt gondolom, hogy ilyennek kell lenni egy menedzsernek, tehát pont ez a feladat egy menedzsernek. Tehát a menedzsernek nem a legjobb barátomnak kell lenni, hanem annak, aki megmondja, hogy most ezt csinálod, és erre megyünk. Tehát, hogyha egy menedzser nem tudja, hogy merre megyünk, akkor ki tudja. És merre mennek? Előre. Hát a motor is előre, egyértelmű. Így van. Hát igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Mind fellépésekben, mind egyéb megjelenésekben. Úgyhogy most legfőbb dolog az, hogy találjunk egy szuper dobost. Ugye két jelentkezőnk is van, tehát de igyekszünk azt az embert megtalálni, akire mindenki azt mondja, hogy igen, ő az, akit kerestünk. Még ha esetleg úgy alakul, hogy csak átmenetileg is kisegít minket, hogy tudjon a zenekar elindulni, és megmutatni azt, hogy igen, és mi van még a zenekar tagjaiban, mind dalszövegben, mind zenében, és mind motorozásban. És ez így kimondani, milyen egyszerű, hogy kell egy dobos. Hát úton útfélen van egy dobos. De amiről beszéltünk, hogy ez nem egyszerű, és nem csak a dob technikai szentetus, nem csak a technikailag, hanem hogy legyen olyan sokrétű személyiség, tudjon a zenéhez alkalmazkodni, nem hozzánk, hanem magához a zenéhez. És akkor legyen meg a zené alázat, csak blablabla, mi is emberileg jöjjünk ki. És így sorolhatnám, tehát ha összeírnék egy listát, hogy minek kéne megfelelni, akkor olyan nincsen. És tudjon dobolni. Igen. Tehát az osztrákoknak van valami olyan állatuk, már nem emlékszem pontosan, hogy birka teste van a szőre miatt, de tojástojik, meg lehet fejni, és akkor tejet ad, de nem, már nem tudom milyen feje van. Tehát, hogy ilyen nincsen. Tehát igen. Erről lehet álmodozni, hogy van ilyen állat, nincsen ilyen állat. Tehát lehet erről álmodozni, hogy találunk olyan dobost, aki minden, mondjuk úgy csúnya szóval feltételnek megfelel, ilyen nincsen. De, és akkor kell akkor kriókat felállítani, hogy rendben zenei alázat, stb. Emberileg jöjjünk ki. Tehát azért basszus, tudjon már dobolni. Tehát, igen, tehát azért az elsődleges. És ráadásul ez az alapja egy zenekarnak. Tehát most ha nézi valaki amatőr ezt a műsort, akkor elmondom, hogy mindennek az alapja a dobos. Ha van egy rossz dobosod, akkor megette a fene az egészet, akkor tök mindegy, mit csinálsz. Utána jön a basszusgitáros, ők az alapja. Ahogy én szoktam mondani, a zenekar olyan, mint egy karácsonyfa, a törzse a dobos, a fő ágak a basszusgitáros, és minden más, ami rajta van, az az összes többi. Ha ezek nincsenek meg, és az nem stabil, és pontos, és a többi, akkor az a fa az össze fog borulni.
Említettem már Marlboro Man-t, ott mondta ez a ifjú Gerdesics Ferenc, hogy szerinte minden zenekar valójában trió, mert ugye lehet cizellálni, de az alap a trió. Tehát, hogyha az jól működik, akkor onnantól lehet cizellálni. Illetőleg volt nálunk a Szikonora együttesnek a dobosa. Tudjátok, róla írták ezt a multimilliómos jazzdobost, és ő is ugyanezt mondta. Az alap. Dob, basszus, és akkor azt mondja, van a ritmus szekció, dallam szekció. És hogyha a ritmus szekció rendben van, akkor már minden. Könnyű arra rátekelni. Én azt gondolom, hogy akkor egy ilyen 75%-on készen van a zenekar. Igen. És onnantól kezdve lehet az összes többi 25%-ot hozzáadni, és akkor csak a zenei oldaláról beszélgettünk. Kicsit itt a... visszakötnék picit a motorra, mert valami engem nagyon érdekel. Hogy mondjam, tehát... Nagyon-nagyon provokatív kérdés. Először tudtál motorozni, és azért vetted ezt a motort, vagy vetted ezt a motort, és aztán kezdtél le motorozni. Nyilván jogosítványt meg kellett valahogy szereznem, tehát már az erős túlzás, hogy tudtam motorozni, nem. Én 42 évesen kezdtem el motorozni, nagyon későn. Én soha nem akartam motorozni. Tehát én görkorcsolya versenyző voltam, és nem ez a gurulók itt, hanem szaladók, stb. És igen magas szinten műveltem. Elég sokszor szembenéztem a halállal. És én már nem akartam. Tehát nekem ez láttam, amiről már beszéltünk korábban, hogy hány motoros veszíti az életét, stb. És végül nem is az, hogy meggyőztek, hanem egy olyan emberrel hozott össze a sors, egy olyan ember mögé ültem fel a motorra, aki megszeretette velem a motorozást, aki megmutatta, hogy van ennek egy olyan oldala, hogy ezt lehet élvezni. És akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor irány az iskolapad, újra kereszt tanulni, végigkinni mindent. Nagyon gyorsan ment szerencsére, mondjuk rengeteget vezetek autót, tehát nekem ez annyira nem volt kihívás. Úgyhogy így kerültem fel a motor nyerekbe, és nagyon érdekes volt, hogy az elején nem tudtam, hogy mit lehet ezen élvezni. És sokáig nem tudtam, tehát hónapokon keresztül felültem, és jó, nekem a hétköznap is abból áll, hogy megyek A-ból B-be autóval, tehát... De és mi ez a jó? Sose felejtem el azt az estét, amikor csak úgy kimentem, hogy hát most nincs sok idő, csak kimegyek, gurulok egyet, megyek egy kört, és naplementében így mentem, és úristen, ez jó, és nem akartam visszamenni, csak menni. És mai napig is van egy mondásom, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy és most hova mész, merre mész motorra, és mindig az a mondásom, hogy amerre a nap megy. Nem tudom, nem is érdekel, hanem kimegyek, és amerre a nap megy. Közben Vicky Black megosztotta azt a Facebook linket, ahol a motorképe látható. Tehát ha valaki kíváncsi, akkor majd a riport után nézzem meg, mert én is megfogom, mert most már így felkeltett. Most megkérdezzük viszont az egyik nagy kritikusodat. A legnagyobb. Apa jól motorozik? Igen. És jó menő motorja van? Igen. Ez egy kicsit vacilláltál, miért? Mert van benne fekete, amit szeretem, meg fehér is, amit azt sem szeretem. Hát igazán, ez egy fekete-fehér motor egyébként, tehát két szín nem szereti, ami van benne. Jó, akkor most, hogy apa nem hallja, milyen színűnek kéne lennie a motornak? Rózsaszín. Jó, szerintem majd írunk apának, hogy akkor ezt így... De őszintén, hogyha ez a motoros fesztivál, a második szintén, apa a rózsaszín motorjába fog felvonulni, mi kimegyünk és azt rögzítjük. Mert az olyan lesz, hogy szerintem ez egy nagyon nagy hír lesz rögtön. Beszélgetünk itt a határok feszegetésével, már erősen átlépjük a határokat. Csak ugye elállj a kisfetére, nem tudják gyors lefóliázni. A 15. éjjel. Tegnap zártam le, és a rigasztók be van kapcsolva. No, ki nem jön a dobozából. De hát, igen. Igen. Majd felkoztatna egy rózsaszín motor. Rózsaszín. Jó? Nem? Lila. Lila? Neked lilát? Igen. Apának rózsaszín? Igen. Okay. Akkor apa rózsaszín motorral, te meg lila motorral fogsz motorozni. Igen. Szerintem apát, igen. Wasabi, én viszem a festéket. Oké. Jó. Meg a pálinkát. Hogyha ebből lesz valami, szeretnénk élőbe közvetíteni, ahogy a motor új színét elnyeri, és mondj csak most itt tényleg senki, és akkor apának milyen motoros ruhája kéne, hogy legyen?
Fekete és rózsaszín. Fekete és rózsaszín. Jó, ezt szerintem itt hagyjuk abba, mert így a rocker feelinget teljesen. Mert ennek olyan volt, tehát hozzá kell tenni, hogy 5 évesen azért ott ült, mert a motorról és tényleg fekete és rózsaszín. De a bukussak az fehér rózsaszín. Az nagyon menő egyébként. Közben Vicky Black is írt, szerintem megoldható rózsaszín elég egy tapéta. Ráragasztani. Lefóriázunk gyorsan, igen. Jól van, viszont mielőtt még rátérnék Vicky Black kérdésére, lenne nekem egy... Mehet, menjünk egy kört, jó? Van egy ilyen körkérdésem. Ez pedig így hangzik, hogy... Neked persze a saját kérdés, hogy minek látod magad? Zenésznek, aki mellette dolgozik, vagy valaki, aki dolgozik és mellette zenél, persze te itt a menedzser, szervező, te meg arra válaszolsz, amire akarsz. Éhes vagyok. Éhes vagy? Tomi kész vagyok. Igen, tudtam. Ő erre foglalkozik. Ígérem, hogy még egy max 15 perc, jó? És akkor jó? Utána lehet. És akkor jó, nem akarunk itt a végén roppag oda éhezteti a gyerekeket. Érted, szóval ide jön. Nem adunk elni, meg jó, értem, jó. Jó, szóval... A kérdés nagyon egyszerű egyébként, a válasz mind a kettő igaz. Tehát, hogy amikor... Nem is szeretem azt a szót, amikor azt mondják az emberek, hogy neked ez a hobbid. Mm-hmm. Nekem nincs hobbid, nekem a motorozás se hobbi, ha én csinálok valamit, akkor azt csinálom. Különben nincs értelme. Tehát én félgőzzel nem szoktam semmit se csinálni, akkor ne csináljuk. Tehát vagy csinálunk valamit, és akkor csináljuk, vagy nem. Tehát nekem a zenélés is olyan, hogy ha én a színpadon vagyok, vagy ha a zenével foglalkozok, stb., akkor 100% és csak azzal foglalkozok. Tehát nem vagy ez a gatom típus, csinál gatom. Nem, nem. Tehát vagy csináljuk, vagy hagyjuk az egész. Tehát az csak időrablás, és jó, megint az életkorunkra célozok, tehát nekem erre már nincs időm, hogy szórakozzak azzal, hogy most valamit csak azért, mert csak úgy csinálgatjuk, nem. Ugyanaz a munkámra is igaz, tehát a munkában is ilyen vagyok, hogy most akkor vagy csináljuk, vagy akkor hagyjuk a csába az egészet, mert semmi értelme. Te meg éhes vagy. Jó, akkor... Ki vagyok én? Nem. És az a kérdés, az a következő lesz majd. Ja. Most az, hogy minek látod magad alapvetően? Menedzsernek, szervezőnek, aki mellette, mi gondolom, valami ezerféle dolgot csinál, vagy alapvetően valaki, aki ezerféle dolgot csinál, és mellette a szekciózenekar menedzsere, szervezője? Hát jelen pillanatban ezer más dolgot is csinálok, és amellett vagyok a szekciózenekar menedzsere, de reméljük ez rövid időn belül változik, és csak a szekciózenekar menedzsere leszek, és mellette foglalkozok pár dologgal. Hát kívánjuk, hogy így legyen. Szóval most jön az a kérdés, amit mindig föl kell tennem mindenkinek, aki eljön a roppagodába, ez így hagyjuk, hogy ki vagy te. De most induljunk el a hölgyektől, és induljunk el akkor a nagyon éhes hölgytől, hogy hamar le tudjuk. Szóval, ki vagy te? Zsuzsi. Ennyi, kész. Teljesen jó. Korrekt. Teljesen jó. Zsuzsi. Nagyon én. Hát, ez egy jó kérdés. Mindenki másnak lát, másnak gondol, és igazából teljesen más is vagyok. Mindenkivel, valakivel semmilyen, valakivel kedves, aranyos. Igazából ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ismerj meg, és hozzád egy döntést arról, hogy ki vagyok én. Na, akkor most én. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy én olyan vagyok, mint a zene, hogy van egy dal, és akkor te mit gondolsz, hogy én ki vagyok? Te mit gondolsz, hogy én ki vagyok? Te mit gondolsz, hogy én ki vagyok? Ez a ti gondolatotok, az, hogy én ki vagyok, az meg az én gondolatom. Ez meg egy másik példa, amikor azt mondják, hogy mit üzen a költő, irodalom úra. Mit akart üzenni a költő, azt egyetlen egy ember tudja, maga a költő. És vagy él és el tudja mondani, vagy egyáltalán el akarja mondani, mert ez a másik oldal, vagy már nem él és soha nem fogjuk megtudni, mit üzen a költő. Az, hogy én mit gondolok magamról, az se egy ilyen statikus valami, hogy én ezt gondolom magamról. Ez is változik, szerintem ez mindenkinél változik, hogy mit gondol magáról. Én az vagyok, akiről itt beszélgettünk eddig. Tehát én nem mondok más, mint amit gondolok. Ha engem megkérdeznek és feltesznek provokatív kérdéseket, relatíve egészen sokat egy délelőtt folyamán, akkor a provokatív kérdésre nem provokatív, hanem nyíltan válaszolok és elmondom, hogy
hogy mit gondolok erről, de azt gondolom, hogy aki nézi ezt a műsort, annak ez átjön, hogy van egy kérdés, és nem csak, hogy mondjam, hogy a nézők igényeinek megfelelő választ adom, hanem azt a választ adom, amit én gondolok is, ha ez valakinek tetszik, akkor az angol azt mondja, familiar with it, hogy együtt tud ezzel élni, ha viszont nem, akkor meg teljesen mindegy. Tehát ez pont olyan, mint a barátságok is. Nem kötelező mindenkivel barátnak lenni a világon. Nem is létezik olyan. Akkor meg baromi unalmasan, hosszan beszél, hogy ez a kislányokat mondja. Éhes, álmos, minden. Tehát a 10 év alatti korosztályt már elveszítettük, most lassan már a 20 év alattiakat is. Viszont hozzám lenne még egy provokatív kérdésem, aztán még megyünk a Facebookon egy-két kérdés, de ez pedig az, hogy aki téged meg akar ismerni, az hallgassa meg a számaitokat, a szövegedet, vagy üljön le veled beszélgetni. Mind a kettő igaz. Tehát ha felületesen akkor meghallgatja az eléket. Ha valaki meg akar ismerni, akkor üljön le velem egy sörre, hozzon szilvás unikumot, kávéra, a zenészek csak kávét és üdítőt isznak. Jó, igen, elnézést. Mondjuk az kóla, tehát az unikum az gyakorlatilag kóla. Mondom, csak. Kóla. Kóla, ennyi. Így van, kóla. Mi csak kólát iszunk. Nem könnyű, ugye? Ugye? Nem. Ugye? Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, így vasárnap délelőtt, és ahogy szoktuk mondani, aki egyszer előn a roppagodába, roppagod a család része, üdvözlünk a családba, és nem éheztetünk gyerekeket, és nem untatunk gyerekeket, úgyhogy most már rövid úton befejezzük. Amiben tudunk, segítünk, nyugodtan keressétek Wikibreket, tényleg bármi szervezében, vagy promóba, ha akarjátok, nyugodtan. Tehát ez ebben és most mi is kérdezünk, akkor nekünk is van egy kérdés, amiben felkészültünk, hogy a Vicky Black létezik, vagy ő a Kalambó felesége? Tehát, hogy ő valójában így mindenki beszél róla, de soha nem láttam még senkit. Tökéletesen létezik. Igen? Van fönn videó is, ahol látszik, ahol beszél is. Csak, a hangját hallottuk. Csak az igazság, hogy ugye van egy 21 hónapos kislányunk, tehát ez eléggé leköti. Másrészt pedig Viki úgy van vele, és ez a roppagod a szlogenje, hogy itt ti vagytok a fontosak. Ezért van, hogy én nem látszom, mert itt ti vagytok a fontosak, pontosabban ma a sztár vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Így van, Csömi Rukvány. Illetve azt szoktuk mondani, azt mondja Viki, hogy a roppagoda az a médiának a ugródeszkája. Tehát nagyon sokan, akik nálunk járnak, azok utána egyéb médiába is be tudnak jutni. Reméljük, hogy ez nálatok is igaz lesz, és hogy mondjam, azt nem mondanám, hogy a szekciózenekarnak a újrafeltámadása, mert hiszen létezik, hanem inkább megtalálod azokat a tagokat, akikkel tényleg a felsorolt szempontrendszeren túl is együtt tudtok dolgozni, és hosszú távon tud számolni, mert az a legfontosabb. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Most a Facebook követőtől elbúcsúzunk, és még a YouTube-on ígérem, csak kettő kérdést tesz. Megegyezhetünk kettőbe? Az egyik az éhes vagy? A másik vagy egy álmos. Jó, álmos vagy, igen. Vagy hogy azt, hogy unod nem merel meg, hogy megkapnék egy választ, hogy igen, és az... Igen. Kerüljük az eldöntendő kérdéseket. Úgyhogy most először kérnék egy ilyet a Facebook. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Sziasztok! YouTube-on megyünk tovább. Köszönjük, hogy megnéztetek minket. Köszönöm, és az első kérdésem a YouTube-on az az, hogy csak egy másodperc, az pedig az, hogy ha valaki soha nem látta még a szekciózenekart, az miért menjen el megnézni egy koncertet? Mit kap, hogyha elmegy? Na, csak remélni merem, hogy élményt, tehát ez nyilván mindig ez a feladat. Maradjunk már nyugtott. És ingyen motorozást. Ingyen motorozást? Rózsaszín motoron? Így van. Erre is csak viccel. Nem, tényleg próbálunk többet adni. Tehát többet adni, mint... Nem többet, nem, ez nem igaz. Mást. Megpróbálunk mást, mint a többiek. És mindig ez volt a cél. Annak idején megkérdezték a Queen-t, hogy miben mások. Közel ugyanez volt a kérdés azon, hogy mi vagyunk a Queen, ma már ez nem elég. Tehát ma már hiába mondod azt, hogy mi vagyunk a Queen. Ez akkor elég volt abban az időben. Ma már valamivel többet kell adni. És én ezt, volt, hogy feltettem ugyanezt a kérdést a zenekaromnak egy megbeszélésen, hogy igen, mindenki mondja már el, hogyha megkérdeznék azt, hogy mivel vagyunk mi másabbak, mivel...
És az volt a furcsa, hogy nem nagyon kaptam választ. Tehát egy-két tag tudott rám mondani. Hanem tudjátok, hogy a furcsa, tőlem ezt megkérdezik, így kezdem el sorolni, hogy mivel vagyunk, hogy mások mivel adunk. Most, hogy többet vagy nem többet, ez mindig nézőpont. Ez megítélés kérdés, ez olyan, mint hogy jó vagy rossz, hát ez nézőpont kérdés, hogy mi jó, meg mi rossz. Mivel vagyunk mi másabbak? Erre azonnal tudnék mondani válaszokat, hogy mivel vagyunk mi másabbak. És itt a kezdve a jótékonykodik, jó, ma már mindenki jótékonykodik, de amikor mi 2007-ben elkezdtük, akkor senki nem volt az égvilágon. És ott a gyerekek között, amikor ezt megértettük, hogy ez miért fontos, és aztán kitaláltuk ezt, hogy ne legyen belépő a koncertjeinkre, hanem mindenki maga döntse el, hogy mit hoz nekünk a koncertekre, amit mi oda tudunk adni a gyerekeknek. Nyilván volt ott egy felsorolás, hogy hasznos dolgokat hozzanak, tehát ne olyan, hogy már a, nem tudom, 26 tonna játékot vittünk ki, és kint van még egy 40 tonnányi játék, miközben élelmiszerre lenne szükség. Tehát, hogy közben persze folyamatos egyeztetés volt arra, hogy mire van szükség. Ez csak egy a sok közül. Akkor a dalszövegek, amiről beszélgettünk, hogy legyen mondani valója. Ez is egy olyan, ami ma én azt gondolom, hogy hiány. Tehát, hogy visszahallgatunk, visszanézünk az Edda korai időszakára. Hát ott ezek a srácok mondani akartak valamit. Igen, és mondtak igen. Is. Tehát, hogy annak volt valami üzenete. És ma nekem ez hiányzik, és én úgy gondolom, hogy bármennyire is a fiatalok a könnyen emészhető irányba mennek el, ha szétnézünk akár egy Kova koncerten, ha már így megemlítettünk, akár egy Ákos koncert, akár egy, tehát egy olyan zenekar, aki már fent van és mondani valója van, ott vannak a fiatalok is. Igen. Volt egyszer egy tehetségkutató, amire elmentünk, és ott hát nem annyira jó eredményt értünk el, mert a zsűriben volt egy idősebb úriember, aki azt mondta, hogy ez, és az volt a kritikája, a színfalak mögött elmondta, hogy ez a zene nem eladható a mai fiataloknak. Mindeközben a kisfia 6 éves volt, aláírást kért tőlem. Szerintem így önmagának mondott a helyzet ellent, hogy jó, akkor én most aláírok neki, hogy a kisfiának tetszett. Nézd, az nehéz kérdés. Amikor valaki kimegy színpadra, mindig benne van, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Igen. De én úgy gondolom, hogy amit mondtál, én mindig megkérdezem zenekartól, hogy mi a célotok ezzel, ha erre nem tudnak válaszolni, akkor ott mindig probléma van. Igen. Vagy hogy mi az üzenete, tehát ezek olyan alapdolgok, hogy elnézést, és ez nem a rockpagoda, ez az én véleményem. Tehát én azt gondolom, hogy színpadra az álljon, aki adni és hatni akar. Igen. Mert az, hogy én fölmegyek és jól érzem magam, akkor legyen egy oké, feldolgozásokat tehetsz, hogy az se rossz, az is egy út, lehet. Megvan annak is a saját film. Én nagyon szeretem a feldolgozási játszó zenekről, azt is lehet nagyon magas szinten csinálni. Így van. Nincs gond. De, hogy mondjam, ha én akarok magam után hagyni valamit, és gondolom te akarsz azért, tehát a kislányodon már egyértelmű. Igen. Egy újabb zsebirokkal. Akkor a gondolatok a legnagyobb, amit hagyhatsz. Igen. Mert hogyha csak egy számból, egy szövegből, egy mondat megmarad, az már. Soha nem fogom elfelejteni, amikor először láttam a közönséget énekelni a dalunkat. Pontosan tudom, melyik fesztiválon, mikor történt ez is. Akkoriban még az volt, hogy még nem a ledes időszak volt. Még kiégették a szemünket, semmit nem lett. Nagy fesztivál volt, kordon, 5 méter. Nem nagyon láttuk az első sort se. És akkor még az sem volt jellemző, hogy kifelé a közönséget megvilágítani, ami ma már gyakorlatilag alapszint, akkoriban ez még nem ment. Láttad talán az első két sort úgy, ahogyha eléggé kimentél a színpad színére, és énekeltük a dalt, nagyon, ez még 2006 volt, 4 éves volt a zenekar, és basszus, éneklik a dalszöveget. És azt láttad, hogy az első sort tudja a dalszöveget. Libabőr. Tehát most Libabőr, hogy mesélem. Az óriás volt. Az azt jelentette, hogy valami történt, hatottál rájuk, valami, amikor az emlékörök él, utána odajönnek és azt mondja, hogy nem bírta, tehát folytogatta a sírás, és nem bírta végig, mert rá hatott, és az azt jelenti, hogy a dal üzenete eljutott, akkor megtalálta a kapcsolódási pontot, és szerintem ez a legfontosabb, hogy a hallgatók megtalálják önmagukat a dalban. Igen. Nem engem kell keresni a dalban, nem az én gondolataimat kell keresni a dalban, az az én kapcsolódásom a dalhoz. A dal elkezd önálló életet élni, tehát megírjuk, én szoktam is mondani, hogy ez nem a miénk. Az valahonnan jött, szerencsések vagyunk, hogy hozzánk jött az a dal, zeneileg, dalszövegben, stb.
szerencsés vagyok, hogy én írhattam le azt, ami jött kintről, és az a dal onnantól kezdve, hogy mi azt úgy elhelyeztük egy akármilyen hordozóra, az elkezd az önálló kis életét élni. Nem tudjuk megmondani, hogy az jó dal, nem jó dal. Nekünk az egyik legsikeresebb dalunk, ami ilyen bulizósabb, tehát most nem az emlékörök él, mert az nyilván egy más koncepció, az a Veled alszom el című dal, és elárulom annak, aki nem tudja, hogy töltelékdalként került fel annak idején a lemez, hogy kellene még egy dal, tegyük rá, van az a tinglital, amit tegyük fel. És mai napig kutatjuk, hogy mi a titka annak a dalnak. Miért szerette a közön? Mi nem szeretünk. Ma már megszerettem. Tehát eljutottam arra szintre, hogy az tényleg egy jó dal. De hogy mi a titka? Tehát leültünk elemezni, hogy nézzük a dalszöveget. Nézzük zeneileg, hogy van, mi a titka. És az ember nem tudja. Nem lehet. Van benne valami feeling, ami az ember, ami sok embernél ez a kapcsolódási pont létrejött, amire mi nem számítottunk, mert mi nem kötődtünk annyira a dalhoz, mint amennyire a közönség kötődik a dalhoz, és ez megmagyarázhatatlan. Olyan ez, mint a legjobb dalok általában így születnek egy pillanat alatt. A legrosszabbak meg izzadság, szagúak és szenvedsz rajta, és nem igaz, hát már az összes zenéi eszközt matematikailag felhasználtam, még mindig nem tudom, hogy kell dalszöveget írni, tudom, hogy mi az, amivel dolgozni kell, és mégsem működik. Amikor meg így leülsz, és így jönnek belőled a szavak, mintha irányítanák a kezed, akkor meg... Az jutott az eszembe, hogy kicsit hasonlít, mint amikor a Gangsterhoz és Appetite for Destruction, mm-hmm. utolsó, hogy a Sweet Child of Mine, kellett egy lassú. Mm-hmm. És azt a Slash mondta, hogy nem is volt szám, az egy kezdemény volt, egy átkötő dallam mm-hmm. volt. Igen. És abból, hogy nem lehet. És azt a dallamot, azt tehát itt van az ember fülében. Igen, tehát hogy igazából amit mondasz, hogy patika mérlegen, ha kimérsz valamit, nem működik. Ha összeszeded, hogy mitől sláger, az összes slágernek a jellemzőit, és mégse lesz ez. Az a vicces benne, hogy kell ez is, az is. Tehát magát a patikát se szabad kihagyni belőle, mert akkor megint nem működik a dolog. Tehát vagy tudod a matematikáját az egésznek, vagy nem tudod. De ha tudod, akkor sokkal nagyobb lehetőségeid vannak, sokkal nagyobb az eszközeid tárháza. És én mindig azt szoktam felhozni, hogyha meghallgatsz egy Dire Straits, Sultans of Swing, azt játszana valaki úgy, ahogy ők lejátszották. Igen. Tehát én mindig azt mondom, azt nem nehéz lejátszani, matematikailag, miért ne? De úgy van lepengetve azt a szólót úgy, hogy az tökéletes legyen, és az a dal hallgatható. Tehát hiába van az, hogy az egy matematika, az egy tökéletes dal, azt lejátszani úgy, abban feeling van, abban dög van az, és mégsem Gigi Rock, akármi szétszút, tehát hogy én például a technikusokat szoktam így megítélni, hogy megyünk egy fesztiválra, stb. És két zenekar között beteszi a szót ez a szönyvet, és hát itt valami művész van a előpult mögött. És én akkor szoktam megnyugodni, hogy jó, oké, akkor rábízhatjuk magunkat. Mert aki ilyet tesz be két zenekar között, az érti a szakmáját. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. És így búcsúzol egy-egy mondatot, mit üzennétek a Roppagoda nézőinek, mit üzennétek a motoros fesztiválra, akit vártok, illetve a szekciózenekar nevében. Kezdjön, én is éhes vagyok. Akkor ezt üzennétek, éhes vagyok. Nem, gyertek minél többen a koncertekre, hallgassátok, és nem csak mindig, én azt szeretném mondani, hogy ne csak szekciót, hallgassatok zenéket. Menjetek el koncertekre, legyetek ott a koncerteken, éljétek át az élő koncerteknek a varázsát. Szerintem ez a legfontosabb üzenet is, hogy most ez szekció, vagy Kis Pista Kft. Zenekar, vagy akármi, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk. Legyetek ott a koncerteken. Az, hogy tegnap este, nem tudom, 15-en voltak egy koncerten, ahol két zenekar lépett fel, és ebből azért a zenekar családok, stb. Ott van. Ez a szörnyű. Ott kell lenni, meg kell nézni őket, át kell élni, és igen, bele fog futni az ember a pofonba, hogy hazamegy, és ez a zenekar csapni való, igen, van ilyen is, de azt is meg kell hallgatni, mert különben mi alapján döntjük el azt, hogy ez csapni való, az meg jó zenekar, mi alapján döntjük el ezt az egészet, nem, el kell menni, ott kell lenni, át kell ezt élni, és ez a legfontosabb üzenet szerintem a mai beszélgetésben. Kicsit az jutott az eszembe, hogy amit említettél, ugye van ez a hamburger és kóla, hogy ez az ön kedvenc hamburger, ez az ön kólája. Hát hogy döntsem el, hogy én most ásványvizet szeretek, esetleg kávét, vagy esetleg a rántott húsa kedvencem, és nem? Tehát, hogy hogyha ez nincs meg, és nem próbálkozunk, és nem hallgatjuk meg mások produkcióit, akkor hogy fog kialakulni az ízlés?
Igen. És ne ítéljünk el egyből valakit így az első hallásra, vagy első ránézésre. Nem biztos. Hát, hogyha annak idején Picasso-t megnézték, tehát így ma se értjük Picasso-nak a festményeit, de ha nem állsz meg egy Picasso előtt, hogy ez miért Picasso, ha nem teszed fel ezt a kérdést, hogy miért jó ez sok embernek, akkor sose fogod megérteni, csak legyintesz egyet, hogy már ez a vacak, hát ilyet én is tudnék, ez a tipikus, ilyet én is tudnék, akkor miért nem csinálod? Akkor miért Picasso-nak van ott a neve, miért nem a tiéd? Tehát, hogy ezt a kérdést kéne feltenni egy nagy csomó embernek, önmagának leülni egy kicsit, önmagába nézni és átgondolni, hogy menjünk el, és nem csak zenet, tehát most utalnék, én rengeteget járok például festmények, kiállításokra, van egy nagyon jó zenész barátom, Varga Erik Riki, akinek a festményei vannak, ő basszusgitáros és a többi, előszeretettel megyek el az ő előadásaira, performanszaira, hívom meg a koncertjeinkre, ahol ott teljesen más dolgokat csinál, és kérdezt tudom, hogy Csibe, vihetek festményeket? Nem, hogy vihetsz, kötelező hozni, ott legyenek a festmények, vonjuk össze a különböző kis kultúrákat, hogy legyen benne. Én bármi, hogyha valaki szobrász, hozzá el a szobra, hogy legyen ott a koncertünkön, bármi, tehát nyitott vagyok akármire, mert ettől lesz más egy koncert, ettől tudunk mást adni, hogyha úgy tetszik, akkor nevezzük többnek, teljesen mindegy. De legyen valami, amivel másabb is. És igenis az ember álljon meg egy művészeti alkotás, hogy saját városunkban, ahol lakunk, úgy megyünk el szobrok mellett. Azt se tudjuk, hogy mi van. Tegnap sétáltunk kint a Tiszaparton, jött egy bácsi szembe, Budapestről érkezett Szolnokra, és megkérdezte ott a Szolnoki vár mellett, hogy van itt valami török temető, az hol van. Szégyen! Nem tudtam neki megmondani. Fogalmam nincsen, nem tudom. Tehát álljunk meg, nézzünk szét, legyünk nyitottak a világra, és akkor jó irányba haladunk. Nekem ennyi az üzenetem, hogy itt röviden, fél órában összefoglalva. Zsuzsi, te mit üzensz a Jamiroquai rajongóknak? Ügyélyes vagyok. I'm hungry. Én pedig azt üzenem, ha roppagod a családnak, illetve a nézőknek, hogy gyerjenek el koncertekre, élvezzék az életet, és találkozunk minél több koncerten és motoros buliba. És jó étvágyat az ebédhez! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És gondolom, bármi van, keressetek minket. Egészséget, igaz. Segítünk, és most a végén csak ennyit kérnék szépen. Tőled külön. Sziasztok. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél minket. Köszönöm, sziasztok!